Hello, sziasztok, Sirius, ugye ez pedig nem más, mint a Minecraft partja ennek a 10 órás hosszú livestreamnek. Nyilvánvalóan ez az 5 perces késés, ez mindig benne lesz a dolognak. Végül egyébként egy kicsit megfogyatkoztunk, mert pár embernek nem lett volna eredeti Minecraftja, és mindenkinek női skin, mert ha pár embernek nincs, szerintem annyira nem para, viszont hogy mindenkinek női skinje van, az nem annyira jó. Úgyhogy végeredményében nem vagyunk annyira nagyon-nagyon sokan. Egy rövid kis recap-pal kezdeném az egészet, hogy nagyjából hol tartunk. Ugye egy lolos szegmens finiseltünk már gyakorlatilag ebből a streamből, és ez alatt 90 ezer forint környékén gyűlt össze. Jó, ne bánts! Hatalmas királyok vagytok, nagyon tényleg hatalmas királyok vagytok. Lent a leírásban találjátok meg egyébként a donation linket. Ha azon keresztül donételtek, az közvetlenül Lacinak megy a PayPal-jére, nem az enyémre. Az közvetlenül hozzámegy, és felugrik a streamben, tehát szépen látjátok a neveteket. Az üzeneteteket nem, de a neveteket igen. Szépen fölül megjelenik, mint ahogy ez lenni szokott. Egyébként a lolos streamet ezt negyed óránál is több késéssel kezdtük, szóval behoztunk 10 percet. Viszont a gömb szegmensünkhöz jutottunk el, amiben végeredményben nyilván nem az eredeti gömb team az, aki képviselteti magát, de akit tudtam, előkerítettem mostanra, Taurus nem tudtam például, mert ő valószínűleg még mindig dolgozik a világbajnokság vetítésen, Máté sajnos ő neki beadandót kell írnia, azonban itt van velünk Szundyi. Sziasztok. Akinek egy kicsit rossz a mikrofonja, de az szerintem most jelenleg egy nemes ügyért streamelünk, ezért szerintem ezen felül tudunk emelkedni, illetve itt van Kaveri. Hello! Aki pedig egyébként vidékről laptopról játszik. Nagyon menő érzés. Szóval ő aztán kimaxolja ezt az élményt, illetve rajta kívül itt van Joe, és itt van Axmart. Hey. Hi! Na, nézi valaki a... Okay. Oh, yes, és meg is érkezett az első donationünk. Nagyon szépen köszönöm, ha Taub Mátyásnak királyak vagytok. Nagyon királyak vagytok, és elindult a hullám. Na, tehát figyelj, akkor mondom a challenge-eket. Először is be kell szeretned a Minecraftot, jelzel meg, vagy jó, oké, tovább lépünk. Mert Szalai Gábornak volt előtte egy donation, az őt is nagyon-nagyon köszönjük, nagyon-nagyon királyok vagytok. Igen, mondjad, bocs. Tehát nyugodtan, mindig szakíts félbe, hogyha lóvé jön be, hiszen azért vagyunk itt. Igen, ez lesz a terv. Egy lolos meccsen keresztül ezt csináltam. Nagyon szépen köszönjük Noelnek. És kis kacsának is. Amivel érdemes lenne elkezdenünk, az szerintem mindenképpen egy... legalábbis ilyen sorrendben írja, úgyhogy nem biztos, hogy ezzel érdemes kezdeni, egy cobblestone generátor, illetve csináljunk egy házat, és itt írja, hogy ugye nem egy lukra gondol. Találjunk dungeon-t. Hát mi arra gondolunk? Csináljunk farmot, itt vannak azért a töktől, a dinnyén keresztül, a kaktuszon át egy-két dologig. Gyűjtsünk össze 5 szint gyapjúból, vagy csináljunk pontosabban, mob trappet is kell csinálni, illetve van egy end portál valahol. Jó, az a helyzet, hogy ennek egy tizedét fogjuk valószínűleg. Én szerintem azért a mob trappig eljuthatnánk, ha nagyon jók vagyunk, igen. De nyilván nem fogunk. Úgyhogy beszéljünk meg pár ilyen main dolgot, amiket mindenképpen betartunk. Nem ölünk állatot, ameddig nem szaporítunk állatot. Lehet, hogy megszoktam ezt a szabályt. Én is lehet, de nem is tudni. Szinte jó, biztos, tehát akkor van, jó, van még két tehenünk, van három tehenünk, azt a három tehenet ne öljétek meg, könyörgöm, mert abból lesz húsunk. Én elkezdem csinálni a Stone Farmot, nagyon-nagyon szépen köszönjük Ricsi08-nak is a donation-t, illetve nagyon-nagyon szépen köszönjük Nomának. Nagyon-nagyon királyok vagytok, tényleg elképesztően jó a közösség. És most is jött egy hangeffekt, de nem írja ki, szerintem valami elcsúszásunk van. Mindegy. Figyelj, ha jól emlékszem, korlátozott mennyiségű föld áll rendelkezésünkre, ugye? Azt nem is nagyon tudjuk csinálni, tehát kezdhetjük a cobblestone generátorra. Én már építem, csak el akarom hozni ide a szélére, hogy ne a közepén legyen, vagy legyen a közepén egy cobblestone generátor? Hát a könnyebb elérhetőség miatt talán valami olyasmi. Hát meg könnyebben bele lehet esni. De figyelj, akkor valami kezdő kitett, vagy ilyesmit? Vagy igen, ott volt a ládában. Ott van a ládában. Illetve én közben csinálom a fákat is, tehát hogy azokat is, hogyha lehullanak szeplingek, azokat ültessétek el azonnal, mert akkor abból lesz sok-sok fánk. És ha leszedem, akkor az nem hullik? De összetörheted a lombot, igen.
Visszatérve, hogyha éhezünk, akkor illik leugrani? Vagy nem, vagy leugrani semmiképp sem, mert nevesítsd el a cuccaidát. Csalás, igen. Ragd le a ládába a cuccaidat, és aztán ugorj le. Jó, hát hol legyen a másik pánk? Egyébként van nálam 5 darab alma, ha esetleg valaki nagy néhezni. Annyira aranyos lett volna ezt a 2 óra után megemlíteni. Tényleg. Jó, várj, akkor leugrak almástól, hogyha mindig szeretnéd. Maxoljuk ki ezt az élményt. Na, itt mit szólsz, Kaveri, ahhoz, ha ide csapok egy? Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Mert ugye itt közép valószínű, mi szét fogjuk ezt itt bontani. Mert hogy nekünk dungeont is kéne találni. Szúnyi, mint az állat nyomja a földet gyakorlatilag. Tényleg ilyen... Ő keres! Ilyen... igen. Tehát ő bármilyen aranyásot megszégyenítő tempóval és szisztematikussággal tolja. Jó, van cobblestone generátorunk, boys. Oh, majdnem megöltem a csirkét. A Joe, hány blokkra? Egy, hát én 4-et hagytam. Ja, igen, 4-et. 4-et hagyjunk közöttünk. 1, 2, 3... Kéne poci, viszont nem a mobok miatt valami, nem? Micsoda? Mobok miatt kéne valami kis shelter. Hát nézd, házat kell építenünk, szóval... Igen, ásnánk elég gyorsan, mert lassan jönni fognak a... Crafting table csinált már valaki? Mert én most akkor csinálok egy. Nem. Oké, okay, crafting table. Viszont van csontom, esetleg azzal el kéne kezdeni búzát, sem, mert ha fűre rácsapsz, akkor az ugye... Ha várja, nincs fű sehol. Hát zöldre. Tehát nézzük, zöldre. A zöld területre csap rá egy csontporra, a bone mill-lel. Igen. És... akkor abból mag fog kellett. És abból lesz mag. Igen, és következő... nagyon-nagyon szépen köszönjük Laser Chickennek a támogatást. Ti zenészek vagytok, és emellett gamerek, az összefogás a legfontosabb, kitartás, Laci, veled vagyunk, nektek pedig jó játékot. Nagyon szépen köszönjük, mi is így látjuk, hogy az összefogás a legfontosabb, és emiatt is igazából áll neki mindenki, és csinálja azt, amire lehetőségei vannak, ugye nekem erre volt. Nagyon szépen köszönjük Beatornek is a donationt, nem én vagyok a legnagyobb követője a GG-nek, de borzasztó, ami történt velük, segítek, ahogy tudok, nektek pedig jó játékot. Nagyon szépen köszönjük, hatalmas királyok vagytok, és ti nézők is nagyon-nagyon nagy királyok vagytok. Yes. És megöltük? De a legnagyobb király Sirius, aki kinyírta a cobblestone generátort. De hogy? Ajajaj, várjatok, guys, az a helyzet, hogy... Köszönjük szépen, hogy néztétek ezt a streamet. Hogy ez így ennyi volt, mármint. Ne. Tudj. Going to be okay. Valaki addon egy vödör lábát. Annyira gyönyörű, tehát annyira látom magunkat, ahogy ezt most itt megcsináljuk. Tipát. És kivitelezzük. Közben robban minden irányból, minden. Igen, igazából. Istenem, az nagyon köszönöm Mikrosztárnak, köszönjük Mikrosztárnak a donation. Ajja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 j
Ajaj, kezdenek elromlani a dolgok, boys! Este lett! Kísértetiesen ne. Hasonlítunk az előző. Káosz! Valahogy bújjunk el, csak egy nyugatóval elbújjunk. Jaj, Istenem! Ne, ne, megint itt tartunk, boys! Na, jó nézni, vigem, azt hittem, hogy ez smoothabb lesz. Ajaj. Semmit nem látok, és még annál ne, ne, tegyük egyel arrébb, nem? Nem, így jó, ez így jó lesz, ez így jó lesz. Jó, akkor most csak szaladgálunk egy ideig. Én ajánlom a fölfele való menekülés. Hát de nincs nálam. Nem lenne rossz, de... Van egy ilyen bánya, van egy ilyen bánya lyukunk, oda bújjunk be. Igen, miért nem? You're going to be okay. De már az a probléma egyébként, hogy ott van az összes cucc, ami... Jó, én köszönöm, én akkor a reggelt itt várnám meg. Hát, na milyen napotok volt, srácok amúgy? Egyébként remek vagy. Nagyon köszönjük Hyper on Rice-nak is a donation-t. Egy közepesen nehéz neved volt, köszönöm egyébként, ez külön. Remélem mi hamarabb helyreállnak gondok. Sok kitartást kívánunk Lacinak és az egész családjának. Mi is mindenféleképpen, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatást. Szia, Axmart, hogy vagy? Szóval az hol menekültetek be? Tehát én itt már ötödszörre nyitvanok ki, és... Mi egy földblokk, tehát egy földplatformon állunk, és várjuk a reggelt. Úristen, ez annyira átkozott új jellemző.
Szungyi, nem csinálsz egy reggelt? Már csak azért, mert... Ne, azért annyi nem kell feleslegesen csalni. Sirius, lelöktél. Te, igen, miközben megpróbáltad kiütni alól a blokkokat, hát azért az egész sztorit meséljük át ebben a dologban. Én szerintem éljünk ide fönt. Nem? Hát Szungyi szerintem ezen dolgozik egyébként szorgosan. Igen, abszolút. Oké, rendben van. Nem volt meghatározva, hogy hol kell. Az az egy problémám van, hogy itt van egy csomó cucc, és az oda nem megyek egy ideig, akkor az eltűnik, ugye? Aha, igen. Menj el, vedd föl, hajj meg, menj oda, vedd föl, hajj meg. Ez annyira jó. A hajj meg rész az könnyű eddig, tehát hogy ez... Egyébként ezzel a fenti úttal is addig van szerencsénk, amíg olyan méretű, hogy le tudjuk fedni. Igen, és hogy nem spawnolnak rajta, mert onnantól sírás lesz itt a dolgoknak. Istenem. Hagy okay. Megyek föl hozzátok, csináljátok egy liftet. You're going to be okay. Nagyon szépen köszönjük a donation-t. Már annyi sem meghaltam. Már nagyon sosem meghaltam, mindig el. Letom dobni neked. Neki. Nagyon szépen köszönjük. Itt tudok én is ledobálni. Kaverihez dobjátok, itt vagyok, itt vagyok, itt az part mögötted. Okay. Hol vagy, Kaveri? Belém kár. Az a donation üzenet, hogy nagyon köszönöm, nagyon örülök, hogy Minecraft-oztok, mert a lóhoz nem adom a nevem. Oké. Okay. Az boys, ez megvan egyébként, hogy ők nem fognak mind eltűnni, ha így nappal lesz. Ha. Nagyja, igen. Hát egy része remélhetőleg felgyullad, mi gyerek. Ja Istenem, de egyébként nem tudom, emlékeztek a gömb, az pontosan ugyanígy kezdődött. Lelöknek a skeletonok a falamról. Pontosan így, ugyanígy kezdődött a ugyanez volt, és pontosan, tehát hogy még ugye a generátor elszúrása is, tehát hogy így... De én szinte ugyanezeket a lépéseket mentik végig. Ha, fájítottam. És nem kiáll belőled pár, akkor most olyan lesz, hogy ilyen halsz, meddig tart. Két órát tervezünk most ezzel játszani, és egyébként ebből nem lesz sorozat, tehát nehogy azt gondoljátok, ez most egy egyszeri alkalom, csak most a Game Geek szent gyűjtésének nevében. És a következő pedig 3-kor kezdődik, azt hiszem. Igen. Nincs meg a mag. Kaveri, te szép vagy, ilyen nyilas. Nincs meg a mag, nem baj, most már van pár csontváz, úgyhogy nem ettek lesz csontunk. Hogy állsz visszak a boys? Akkor most üljünk. Elméletileg túl vagyunk már a felén. Hát a Joe haragszik, ha lelököm? Igen, Joe ilyen haragtartó típus. Biztos, hogy nem fogok. Biztos, hogy nem. Viktor, te is nagyon szélén vagy. Ez így van. Ő nem tudom. Húzzál el innen. Ne. Én nem voltam ott, én csak megfigyelő voltam. Senki nem volt. Semmi értelme nincs. Rossz irányba hallunk. Mikor süllyed. Éj! Ne lökjük el egymást. Tau ásta be magát egy sarokba. Igen, Taurus ezt csinálta, igen. Ő beásna magát is. És is lent várnak minket a creeperek, még fent kucorgunk egy blokkon. És néznek fel. Quality content it is. Senki lépcsőt lefelé. Ne! Nem én voltam, kb. Hozd már fel a cuccaidat, szóval így arra jársz. Vagy próbáld meg gyorsan ledobni a ládába, hát ha sikerül. Ahogy nem. Ne, már nincs láda, mármint hogy ti látjátok még, vagy van? Ó, az nem jó. Ja, de van, bocs, van. Nincs már láda! De van. Ú, azért az elég hardcore lenne, azért így. Ez az este, ez nem tart túl sokáig? De már jön fel a nap, ott van, és csak nézzük a nap felkeltét. Hol? Ja, ott jön. Ne! Látom! Ne! Na jó, akkor. Hashtag ott. Meg tudok összeszedni mindent. Ez azért volt, mert megöltél alá. De hát én nem öltelek meg. Ja, LOL-ban? Igen, azt megöltelek. Az életem csúcsa egyébként. Lolos karrierem csúcsa, most érdemes abba hagyni. Na simán feljössz, csak hinned kell. Én nem akarok felmenni, le akarom rakni a dolgokat, ezek hasznos cuccok. Ja. Itt egy átváltozott falusi, Viktor. Mi van? Visszaváltoztatjuk? Próbálom belerakosgatni. Belőlük csináljuk majd a vas farmot? Muszáj lesz. Hogy azt mondjátok, azt túl előre látjuk. Gyere, Osmart, nem jó. Na. De nem akartam, hogy akarsz a csak. Aaa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 
mennyien vannak? Sirius, gyere, gyere! Igen, én ide estem be ötször. De miért van ott ennyi zombi? Rám jöttek. Én küzdök velük. Sirius, hogyha fel akarsz jönni, itt lent vagyok. Oh!
Na, lassan csak el nappal lesz, és elkezdhetünk valamit való. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy a Monster Trap-ig eljuthatnánk? Done! Ja, tényleg. Eljutottunk a Monster Trap-ig. Hát igen, és azzal kezdjük, most cuccaink is lennének, de most inkább okay. Csak így nincsenek cuccaink, ez olyan Monster Trap, hogy... Ez az a fajta, igen, ahogy csak így szaladgálsz, és így benne élsz a Monster Trap-be. Egy ízom monster vagy. Próbáljunk semmi értékeset ne felrobbantani. Hú, de sokan vannak. Te jó Isten, mérjet le mindenki, miért tűnt ez jó ötletnek? Én nem jöttem, engem én próbáltam segíteni. Megöltem én tehenet véletlenül. Most már csak kettő van, boys. Jó, én szerintem megpróbálom felszedni a cuccokat, hogy ne diszpónaljanak, amik ott... Igen, én is ezt próbálom fel. Nézd csak, ott van egy gödör, ez ott nagyon jó. Melyek én is a gödörbe? Oké, a nappal van, úgyhogy mindjárt el kigyulladnak. Az endermenekre meg ne nézzetek. A creeperek meg nem fognak elfogyni attól sem. Öljük őket, gyerünk, Kavari, segítek! Kösz, egy HP-n van, tehát hogy én meg leszettem egy fát miatt. Próbáljátok megütni őket, miközben égnek, mert akkor adnak XP-t. Értitek, mert arra van szükség. Igen, van cobblestone generátorunk. Igen. A még van cobblestone generátorunk. Mindjárt én varázsolok itt vele valamit, ezt meglátjuk. Ez az, működik. Cuccaim nagy része megvan. Vigyázz, Creeper, Viktor! Könyörgöm! Nem, még mindig van cobblestone generátor. Ja, jó, még van, jó. Hű, most majdnem a vizet semmisítettem meg egyébként. No. Szóval, most, hogy túléltük az első napot, csináljunk valamit, szóval fel kéne osztani a feladatokat. Én akarok lefelé ásni. Oké, akkor te ás lefele, szerezz szenet, hogy tudjunk csinálni fákjákat. Nekem igazából... Tehát én már ástam a... Azért, tehát a földig. Tehát én a akkor csinálok egy menekülő útvonalat felfele. A kettő sticket én ellopom, jó? Vagy kellene egy lyuk, vagy valami lépcső felfele. Lép. Kettő. Kéne még egy cobblestone. Hallod, ez hogy történt? Nem... Adsz egyet, Viktor, és akkor tudok lefele menni. Hol vagy? Itt vagyok, megötted. Ja, jó, tessék. Három. Percek a ládában van csirke? Miért lenne csirke a ládában? Van. Egy darabban. Azta! Ez mekkora? Mi történik? Ja, semmit csak nem értek a Minecrafthoz. Akkor jó! Akkor jó, akkor minden rendben. Meg az volt, hogy tudod, alul az alsó báron ott volt a cuccok, tudod, és oda mentem a ládához, és nyomtam egy E-betűt, és bejött ugye az én inventorim, a bővített, és belepakoltam a cuccokat, aztán lezuhantam, kinyírtam magam, és kihullottak a cuccok. Ó, mondom, találtam egy bugot, duplázom a cuccaimat. Aha, nem. No, ain't gonna happen. Na jó van, hol ássak lefele itt a gödörbe, Monster Trap-be? Hát mondjuk ott. Jó lesz. Mi van, megint este van, mi ez? Miért? Dehogy is, hát még napközben vagyunk! Ne. Nem, csak jön fel, ne ijeszgessél! Jó, csak véletlen árnyékba mentem, vagy mi. Ja Istenem, Kaveri, kelted itt a feszkót! Na jó, csináljak magot? Csinálhatok farmot? Azt csinálj farmot! Az azért lesz jó, mert ez meg jól felrobbal már. Igen. Viszont lehet, hogy ilyen magas és milyen farmot csinálok. És milyen nap föntseraknád a farmot? Igen, csinálj, oda fel kell futtatni. Már van egy lépcső. Kezdjél szerezni magot lent, és akkor fel tudod vinni. Épít valaki jó házat? Én csináltam egy lépcsőt felfelé. Az nem jó háznak? De, ott fönt lesz a házunk akkor. Az nem lyuk végül is. Nem. Pretty not lyuk. Fákját tudunk majd csinálni? Hát a szenet szerezzel, igen. Van lépcső, azt próbáljátok meg nem felrobbantani. De tudunk csinálni úgy égetni, is, hogyha égetünk fát. Igen, akkor is tudunk. Én azt úgy adnám. Mondjuk az a baj, hogy fából is elég. Viszont van nálam bone meal, nem kevés. Tehát ha gondoljátok, akkor csinálok gyorsan egy nem tudom. You're going to be okay. Nagyon szépen köszönjük Varga Bálintnak a Game Geek támogatását. Az üzenet egyébként annyi, hogy hashtag for the Game Geek. Nagyon szépen köszönjük, hatalmas királyok vagytok. Ez mi, hogy bone meal-el ütögetek rá saplingre és nem nő meg, csak csillog-villog? Hát ütöges tovább. Egyre több kell, igen. Ez már nem olyan, mint régen, Kaveri, Az első egyből kinőtt. Hát mert akkor ez ilyen luck, ez ilyen luck dolog. Ez ilyen cségós kinyitogatás. Annyira nem luck, de azért... Nem lesz egy saplinget és eladott 60 euróért. Hú, hát az mint az első cségó ládanyításom.
Vettem két ládát. You're going to be okay. Elsőből nem jött semmi, másodikból kés. És azóta nem vettél több ládát, hanem vettél egy autót, és boldogan élsz. Tehát ez ilyen rászoktatás, tudod. A közben nagyon szépen köszönjük Adri Smiley-nak. Remélem, így akarja ejteni a nevét. Én egy darab fákját igényelnék, srácok. Amúgy tök vicces, hogy bele van bugolva a felhő igazából a magából a gömbbe, és így tudom, hogy merre van a fölfele. Azt feljebb tudod állítani a kliensben egyébként. Szerintem szállottam egy követ, ha-ha-ha. Jó. Elfutok. Mikre van szükségünk szerintetek? Biztos van szükségünk sütőre, ugye? Egy darab igen. Fákja, hogy tudjak dolgozni. Az biztos kell, ott van meg két köv. Én a fákjában nem nagyon tudok neked segíteni egyébként. Na, adok egy 64 követ. Viszont nézd, most én ide növesztettem egy fát, tehát azt esetleg beáldozhatjuk. Csak annyit szeretnék kérni, hogy esetleg egy... mennyi? Egy sticket, igen. Nem kettő, kettő sticket. Az van a ládában már most. Ja, jó, oké. Meg van a ládában egy csákány, de gondolom te kapát akarsz csinálni, mert annyira kemény arc vagy. Én nagyon durva nyom. 64 kőtes. Éjszaka majd próbáljuk meg nem elpusztítani a lépcsőt felfelé. Nem tudom ez, hogy fog... Hát, nem tudom mi a tervezzel kapcsolatban, de én adom. Oké, okay, hogyan kell szenet égetni? Várjátok, azt hiszem az a normális faröngből lesz. Csinálsz cobblestone-t, és akkor azt egy körbe. Nem hogyan kell sütőt csinálni, hanem szenet hogyan kell kiégetni a fából. Na de várjál, víz nélkül hogyan fogok csinálni kertet fölülre? Hát az attól még működik, csak nem annyira jól. Nem effektív. Oh. De csinálhatsz ide köré is, ha gondolod, és akkor egyszerre... Van sok föld. Valakinél van föld? Nálam van. Mennyi? Uh-huh. Hát de a ládában is van szerintem. Akkor a ládában veszek. Ja, a ládában van elég sok, aki. Értem. Azt meg tudjuk csinálni, keveri? Azt csináljuk meg, hogy építsük ezt körbe? A vízforrást, ezt arrébb tesszük, hogy a teljes 8-at érje el idáig, és akkor amellett tudsz végigcsinálni kertet, és ez azért elég nagy. És nyilván fel fog robbanni éjszaka. De várj, nem, a kertet nem föntre csináljuk, nem azt beszéltük? Igen, de itt van víz, ott meg négy. Csinálunk is, itt is egyet, meg ott is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Koponya 89-nek. Ez a Koponya 89, vagy az a Koponya? Szerintem ez a mi Koponyánk. Köszönöm szépen. Szóval köszönjük szépen Koponya. Guys? Így van nagy valószínűséggel a mikroponyánk. Guys? Csak próbálok kevesebbet beszélni. Megölted megint? Igen. Több mondták az emberek milyen a mikrofon, úgyhogy... Megölted megint? Igen. Szundyi? Dolgod lenne itt egy kicsit fáradnám. Tudnál adni még egy vödör lábát? Jó. Oké. You're going to be okay. Jaj, Istenem! Nem baj, majd nem mondjuk el a nézőknek, jó, de tesszük. Ja, majd kivágjuk! Kivágjuk, ja, igen, még valami jó. Nem mondunk el a nézőknek. Köszönjük a támogatást Závodni Zsombornak, ugye esetleg valakinek nem lenne meg, hogy pontosan mire is gyűjtünk. Egy a Game Geek Lacinak égett ki sajnos a lakás, vagy hát az a házuk, ahol laktak. És nagyon-nagyon sok mindenük elpusztult, nagyon-nagyon sok mindenük. És hát nekik segítünk minden, egy kicsit. Hát az egyik emelet nem, de ott meg megolvadtak a dolgok, a stúdió lent teljesen, egy teljes emelet, szóval én a mindenhez közelíteném inkább, mint a... Ja. Ez rettentő látvány volt amúgy. Mi, igen, van egy videó lent a leírásban, és nekik gyűjtünk, hogy egy... Hát értitek, hogy igazából esélyük legyen. Recovereljenek egy kicsit. Igen, valahol. Igen. Valahogy legalább egy kis busztot adjunk nekik az újraindulásban. Sem baj, teljesen jó. Ilyen kontextusban szívesen. Milyen kontextusban? Hát recovery. A humor, értem! Ez azért jó, mert a vezeték nevemmel is gyerekkorom óta. De hát kinek nem, nem? Hát, ja. Hát, Igaz, Gergely? Hát, ez így van. Egyébként te úgy köszöntél nekem először. Igen, mert a Facebookról, vagy Facebookon vettem föl. Vagy nem, e-mailt küldtél. Ja, bocsánat, akkor e-mail. E-mailt küldtél először. Igen, kegyetlen offline volt. Köszönöm. Védd meg magad. Miért most megtámadsz vagy mi? Azért nem volt annyira trauma, remélem. Tessék. Kész van a fönti platform. Leesett a földre. Jó, köszönöm. De van egy kőkar. Joe, merre vagy? Fönt. Nézd fel. Axmart, merre vagy? Már van platform. Én a világ legalján. Akkor te nem kapsz kardot. Tessék kard. Thank you. Nem, nekem nem. Ó, azt hiszem találtam bejáratot. És van egy kis nasolni valód? Nincs. Jó.
csináltam még pár kardot, és azokat meg lerakom a helyre, ahova le kell rakni dolgokat. Nagyon komolyan veszitek ezt a secure dolgot egyébként, itt azt hát, nézem. Az előző este után csodálkozol? Hát az előző este az igen. Tényleg, apropó. 64 nether bricket, az... Apropó, az közeledik jó. Az este egyébként. Igen, apropó, közeledik az este, úgyhogy én kivágom úgy a mordék fel, ládákat. Kisütjük azt is. Jó, és én bekerítem a dzsungelünket. Azt kerítsétek be, és akkor azt a területet kivilágítjuk teljesen. És akkor ott fogjuk megvetni a lábunkat. És akkor éjszaka is tudok követ fejteni, mert nyilván átkozott túl izgalmas. És nézzük, nagyon szeretik. Igen, meg nem már kétszer szúrtad el, tehát, hogy bőven ezért lenne jó, neked adnánk ezt a feladatot. Kaveri? Mennyire? Így szerintem elég. Hé, mi az, hogy kétszer, igen. Tényleg kétszer szúrtam el egyébként. És ráadásul egyébként Szugyi mindig ide jött, és így megjavította a dizájnt, és csak azt árakta le a lábát. Elindulok fölfelé, jó? Oké. Okay. Emlékszem a kezdeti videózásunk idején, amikor itt teljesen kikészített Viktor, ez a nem tudom én, a dzsungeles mis volt, kalandozások a paradicsomban, igen. Nagy kedvence volt, és így rohanjunk, valamit csináljunk, másszunk fel a fára, túléljük valahogy, és így Viktor, menj! A pillanat, de ez az ablak annyira rossz helyen van, ez mindenféleképpen. Tudod, és akkor mindenki így menekült, háttérbe a creeperek, meg minden. Viktor pedig a dizájnnal volt elfoglalva. Hogy jutok be? Várjál, mindjárt csinálok ajtót, mert craftolom. Na, ez viszonylag szépnek tűnik nekem. És hova kell? És hol lesz az ajtó? Max, már nem lehet, már nem jelent. Itt lesz az ne, ajtó. Ne. Oké, okay, jó. Ja, de, bocs. De itt is van lépcső. Bocs. 64 nedőbb. Csak ezt el akarom távolítani a kert miatt. Jó. Oké, okay, és akkor tudok már két fákját csinálni, ami egyelőre... Ó, érkezett egy donation. Pokrósznak, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Elnézést, csak ennyi volt PayPal-am, nem kell soha elnézést kérni, abszolút nem. Hatalmas királyok vagytok, és nagyon szépen köszönjük a segítségeteket, és Laciék is nagyon szépen köszönik valószínűleg a segítséget. Úgyhogy... Annyira aranyos volt, olyan megható volt, amikor igen. Sírt a videó, meg minden. Úgyhogy az ember így oda menni, és így megölelgetné, nem? Hogy... Igen. Hát nem egy kisbabát, hanem mint akinek leéget a háza, de hasonló. Majdnem ugyanaz! Majdnem ugyanaz. Majdnem, igen, én is nem kicsit gyújtyújtyújtyúra gondoltam, talán az annyira nem segít. Nem. Van egy csomó virágom. Van egy olyan érzésem, hogy Viktor ki akarja majd égetni a köveket. Hát még előnyte nem, de előbb vagy utóbb mindenféleképpen. Két darab szívecském van. Hát azokat oszd be. A fönt a Monster Trap-et az kiépítette és milyen cél volt. Én. Mert hogy innen az megvan, hogy innen így hullani fognak ránk így az a dögök. Az célom, hogy legyen helye, hova tud kamerát építeni. Hát az van. És akkor most próbáljuk meg valahogy kivilágítani. Ez nem lesz egy egyszerű díl. Mi történt a vízzel? 5, 3, nálam 4, 5, 6, 8, ugye? 8 blokk? Igen, 8 blokkot terjed összesen a víz. Mi miért nem videózunk többet Minecraftot? Kicsit féltem, hogy felteszed ezt a kérdést. Azért, mert nem érsz rá soha. De ha szólnál, ráérnék. Bejöttek? Vagy mit csinálnak? Ugrálnak? Nem, csak Joe csak örül a bőrnek. You're going to be okay. Joe ilyen. Nagyon szépen köszönjük Szalacmácénak a másodikat, és Tamás Vóanak is, mind a ketten nagyon királyak vagytok. You're going to be okay. Érkezett egy üzenet is, hogy hajrá gyűjtésben. Hát igyekszünk, mi igyekszünk, itt leszünk egy ideig. Jönnek. Úgyhogy abszolút van időnk gyűjtögetni dolgokat. Hát elrontottam. Letaxollak. De ennek a fele is elég ide fentre, Viktor. Minek? Fákjának. Ne szedjétek ki egyetlen egy fákját sem, mert ha rámesik valami, és azt mondják a nézők, hogy világ is ki jobban, akkor sírva hetet. Fakadok. Kiszedtem hetet, de... Hú, már nagyon várnak a mobok. Az egyébként megvan, hogy úgy van az ajtó lerakva, hogy nem tudják betörni, szóval ezzel nem lesz baj. De van, csalsz megint. Nem csalok, ez teljesen szabályos. That's how we roll! Egyébként, Kaviri, nem csak mellette egy blokknyi sornyi jó gyakorlatilag, hanem négy. Az nagyon jó. Tehát, hogy ennél akkor sokkal majd idővel több áttelepíthetjük, vagy van erkélyünk is. Srácok, és ez hogy van, hogy most itt van egy... Van itt az item bárom alul, és mellette ott van egy külön helyen valami, ami a bal kezemben van. Ez fel tudod átrakni a bal kezedbe.
ha kiválasztod az item bárról, és ha fákját raksz, vagy ilyenek, akkor ez nyilvánvalóan onnan lerakható, hogyha nem tudsz blokkot lehelyezni magad elé, vagy nem tud valamiért aktiválódni az, amit aktiválnál egyébként, akkor automatikusan aktiválja a másodlagos kezedet, és egyébként meg hogyha, mit tudom én, Optifine-od van, mert én mindig használok Optifine-t, akkor... akkor világítani is tud a kezedben. Tehát, hogy akkor onnan is. A közben érkezettéként egy konkrétan Minecraft-tal kapcsolatos donation. Pangu, nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t, nagyon-nagyon király vagy. Ha a láva blokkot magasabbra teszitek, mint a vizet, akkor nem lesz gond az obsidiannal. De ezt Viktornak tudnia kellene, főleg azért, mert egyébként ilyen dizájnú, ráadásul pont most építek kőgenerátorokat, mert az automatikus wither farmon, automatikus kőfarmon dolgozom a wither segítségével. Úgyhogy igen, ez egyébként megvan, de ja. Ez a csirke a barátom mostantól, követem mindenhova. Akkor várd meg, amíg felnő, és csak aztán edd meg. Nem eszem meg, bekerítem egy csarokba. Jó Isten, micsoda chill lett ez a második napra, valahogy ez nem ugyanaz, mint az előző volt. Hát nagyon örülök neki, megmondom őszintén. Ja, én is nem erről van szó. Fákja for the win. Fákja for the win is tényleg. Annyira éhes vagyok. Ugyanezt akartam mondani én is. Hát de gondolom meghalunk majd, mert mind a... You're going to be mit gondolunk arról, ha belökjük a csirkét a lábába? A kis szúrnak is nagyon szépen köszönjük a donation. Sosem adományoztam, de mivel gömb van, ezért ez kihagyhatatlan. Pontosan így van, és nyilvánvalóan én is a nemes ügyért gondoltam azt, hogy itt lenne az ideje feleleveníteni ezt a dolgot, és igazából... A többiek is így lelkesnek tűntek a dologgal kapcsolatban, úgyhogy végül ezért lett gömb. Meddevnek is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t, és nagyon-nagyon nagy király vagy. Szerintem megtalálták az ajtót. Úristen, majdnem nem ugye. Hát meg, de be nem tudnak rajta jönni, szóval azon stresszeljön. Miért? Mi a trükk? Ne is menjetek ki, mert... Hát úgy van lerakva, nézd, Kaveri. Hogyha lerakod így az ajtót magad elé, így, akkor ugye ez az ajtó most zárva van, és így van nyitva. Igen. Ez eddig ugye érthető. Ha viszont felszed az ajtót... Kösz, hogy ennyit még azért kinézzem. Ne, várjál, mert ennyi a trükk. Tehát ha ugyanezt az ajtót így teszed le, akkor most van zárva, és most van nyitva, annak ellenére, hogy ugyanúgy elállja ezt a blokkot. You're going to be okay. És a játék ugye úgy értelmező, hogy nyitva van, és emiatt nem ütik a zombik. Ennyi gyakorlatilag. De jó! Így lehet egyébként kint tartani őket. Közben érkezett egyébként 2 vastolvaj. Igazán szép név. És Gábor Garani-nek is érkezett 2 donation mind a kettőnél, ment egy-egy donation mind a kettőnél, nem, az egyiknél a For the Game Geek hashtag természetesen az üzenet mellé. És nem van egy fölös chest esetleg valahova, ledobáljam? Aha. Szerintem jöhetne a földszintre, igen. Földszint? Ez a földszinten vagyunk, és itt egy nagy chest. Igen, erre gondoltam. You're going to be okay. Hát Gamer Channel-nek is nagyon szépen köszönöm a donation-t, hatalmas király vagy, biztos, hogy nagyon-nagyon sokat fogunk tudni ezzel, vagy legalábbis tudunk majd segíteni ezzel a cégnek. Egyébként ezért tök szomorú, mert valószínűleg nagyon-nagyon sokat nem fogunk tudni nekik így őszintén segíteni, mert hogy nem összeegyeztethetőek, de valószínűleg sok kicsi sokra megy, és ezért szerintem nagyon-nagyon jól haladunk. Jó a live, lehetőség szerint sokáig legyen Minecraft live. Remélem segítem a Lacinak, én is nagyon-nagyon remélem. Rambó Jánosnak is nagyon szépen köszönjük a donation. Remélem nem az eredeti neved, mert akkor kinevettem az eredeti neved. Nyilvánvalóan nem akartam ilyet tenni. Igen, az ajtónál nem is azért kell félni, mert ott vannak a zombik, hanem mert egy creeper is ott van. De egy creeper? Igen, ez inkább nem, nem egy creeper. Ja, én egy creepert láttam. Megmentettem a csirkéletét, és már szeret. Szortírozzuk a ládát ilyen értékes, kevésbé értékes... metódus alapján, ameddig nincs több fánk, szerintetek? Hát... Van egy oak sapling, ezt valahol le kéne pakolni. Szortírozhatjuk. Ha érzel magadban erőt ilyesmire. Nem akarunk elkezdeni itt ásni a bázisunkon belül? Megtehető, de csak okosan. Egyébként nem egy rossz ötlet. Kapcsoljuk össze. Tehát ilyen mondom már. Fúrjátok le és kapcsoljátok össze ezével. Ez egyébként... Igen, amit én. Na, akkor kezd el, mert én meg követlek. Erre fele kell ásni, én itt állok. Jó, hát akkor elkezdtek. Szóval itt erre lefele. Itt van mellettünk gödör? Szóval nem állunk jól. Azt majd nappal mindenki. Ajjaj, de hogy nincs. Vigyázz, mert mögötted van Joe a lába. Oké. Kinek a lába? Lehetne sütivásár, hát lehetne. Axmar, csak... jó. Nem, de jó lesz ez.
Hát én nem tartom ezt. Jó. Kommunista láda! Azért előkerülnek a régi sorozatnak a rajongói. Hát de jó. Ajaj. Ah, smart. Jó, elkövettem egy hibát. Domestosztól érkezett jó, egy szia Dani. Majd nappal megcsináljuk, majd nappal csinálunk egy utatot. Már küldtem egy 1000-est, de azért itt van még egy pici. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon nagy király vagy, tényleg nagyon-nagyon nagy király vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És igaz megvan, hogy követik a cseten, hogy mennyi donation van? És adják tök össze jó. Egyébként. Ez tök jó. Jelenleg tartunk, ez szerint adatok szerint, nem tudom, hogy ez hivatalos, tehát hogy ez mennyire pontos, 117 000-nél. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük Kozimak, nagyon szépen köszönjük Ice Bluebirdnek, és egyébként hello Ice Bluebird. Sok sikert és kitartást, előtte pedig Kozi üzenete pedig a jó embereknek, jó cél érdekében ott segítek, ahol tudok. Mi is így vagyunk ezzel, és az a helyzet, hogy attól függetlenül, hogy a Game Geek nem a világ legnagyobb csatornái között van, nagyon-nagyon szeretem őket, elképesztően lelkesek és elképesztően ott vannak mindenhol, meg jó minőségű változatos tartalom. Igen, és nagyon kitartóak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Sneakynek. You're going to be okay. Ha mások segítségére van az, amivel rendelkezem, a feladatom az továbbadni Snippy és Jeges Maci. Nagyon-nagyon király vagy, és a Jeges Maci Y-nal van írva, azt vágjátok? Az elején is, meg a végén is. Hol az ajtó? Geri mesternek is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. Nagyon szép gesztus tőletek, srácok. Az megvan egyébként, hogy a srácokból ki csillagozza a kokrészt. Na pontos. Mindegy. Csak így tovább, for the Game Geek. Így van, ez a mai stream, ez erről szól, ez a mai nap, ez erről szól. Az ajtónál roppant. For the Game Geek. És nagyon-nagyon szépen köszönöm Beke Zoltánnak, Griggsnek, akit egyébként ismerünk máshonnan, és levelezik, és nagyon-nagyon aktív, és nagyon-nagyon rendes rác. Kitartást Lacinak, és nektek is a nap végéig. Elképesztő, hogy milyen összefogásra képes a magyar YouTube társadalom. Egyébként én is meg vagyok lepődve, legyünk teljesen őszinték, mert hogy általában erről vagyunk kívesek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Daftának a donation-t, és nagyon-nagyon köszönöm Gumi Csirkének is. Elképesztően királyok vagytok. A leírásban található link az közvetlenül neki küldi, annak ellenére, hogy a felület úgy van kialakítva, mert így tudom egyszerűen befeedelni a saját streamembe, hogy azt írja, hogy nekem jön, nem nekem jön, higgyetek el. Közvetlenül hozzámegy. Egyébként ezt már mondtam, de ennek a leginkább jogi része van, mert hogy elméletleg a donation után nekem is adóznom kéne, mielőtt továbbadom. És... hát ráhagyom Lacira, hogy ezt a részt megoldja, mert utána neki is kéne, természetesen. Nagyon szépen köszönjük Draco Attilának is, felpörgött a dolog, ami azt jelenti, hogy teljesen useless vagyok, de legalább nem teszem tönkre. Nem baj, de ezért vagyunk, szóval. Igen, nem teszem tönkre a lávánkat egy ideje. Amit elhagytál előbb. Mennyire egyébként gondolkoztam állás, ezen, hogy ugye amit mondtál is, hogy nem erről vagyunk azért híresek, viszont azért látszik, hogyha nagy a baj, akkor mindenki össze tudja magát szedni, igen, nem? Igen, és hogy... én szerintem egyébként jelenleg nagy a baj, tehát hogy azért állt ennyire mindenki a dolog mögé. Okay. Egyébként tényleg elképesztő, tehát hogy ugye én szervezgettem ezt, közben két stream érkezett, két donét, nagyon szépen köszönöm Krisznek és Draco Attilát, mert őt már felolvastam, de nekem van egy üzenete, már egyszer küldtem 5 eurót, de most itt van még egy kis apróság, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hiányzik a csütörtöki feedelés. Hát, hogy őszinte legyek, nekem nem annyira. Van egy skeleton a gödörbe, azt halljuk már meg. Bocsi, mondjad csak. De nyilvánvalóan. Miről beszéltünk éppen, Kaveri? Hogy, hát, hogy a, hogy a nagyon nagy baj van, akkor igen, akkor azért összeállnak. Ne, ez nincs elég HP-m. Igen, nekem is csak 2 volt. Igen, így nem annyira, de van nálam egy kar. Azt mondtad, hogy... hát igen, hogy úgy látszik, hogy tényleg nagy a baj. Igen, hogy egyébként odáig jutottunk el most ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy én ugye szerveztem ezt a streamet, ez bevallom őszintén, ez úgy történt, ahogy nálam szoktak történni a dolgok, hogy csináltam egy Facebook csoportot, behívtam mindenkit, aki érdeklődőnek tűnhet a dologgal kapcsolatban, és aki így gyorsan így eszembe jutott, és elkezdtem így írni, és mindenki azt mondta, hogy természetesen jönnek, és az meg van, hogy fél szívecskével leugrottam, 2 blokk magasról, 3-ról is meghaltam, és mindenki azt mondta, hogy jön, és elindult a pletyka arról, hogy van ez a stream,
és hogy utána többen jelentkeztek is, hogy ők jönnének szívesen. Tehát például a paplovag, aki jönni fog majd, amikor fel kell a lolos móka után, ő már úgy jelentkezett, hogy ő is jönne szívesen, hogy hallott pletykákat arról, hogy van egy ilyen, és hogy ő is nagyon-nagyon szívesen csatlakozna. Úgyhogy így elindult a pletyka, és így is, és így nagyon-nagyon sokan leszünk. Egyébként a leírásban megtaláljátok azt, hogy kik lesznek, bevallom őszintén nem streamenként szétosztva, mert hát így is elég komoly meló volt felszetapolni az összeset, minden információval, ami szükséges lehet. Illetve hát köszönöm a meghívást egyébként. Én köszönöm, hogy jöttél mindenféleképpen. Én köszönöm, hogy jöttetek, mert hogy azért ez nyilván nem, ez most nem erről a csatornáról szól, hanem ez annál sokkal többről. Kezdek félni egy kicsit túl mohon és túl mélyen. Csináltam ilyen átjárót a bányába. Ameddig nem sétál ki valami hatalmas... kis házunkban. Igen, ez egy ház. Igen, tehát ameddig valami hatalmas lángoló dög nem sétál ki, addig szerintem rendben leszünk. Az a kérdés, Joe, hogy ez is védve van-e? Yes. Ah, közben lemaradtam egyébként két donationről, Zsolyomi Zoltánnak, nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t, és Heliosnak, kitartás, nehéz szituhoz, csapatban jó Minecraft-ozás. Okay. Hát mi valószínűleg el leszünk. És Krisznek is nagyon szépen köszönjük, sajnos csak ennyit tud küldeni, remélem majd ezzel megy valamire, sok kicsi sokra megy, és sose felejtsd el, sok kicsi sokra megy, abszolút. Nyilvánvalóan nem arra gyűjtünk, hogy vegyünk nekik egy új házat, ezt nem is tudjuk megtenni, ez azért messze az év fölött van. Ja, hogy nem arra gyűjtünk, azt hittem, hogy... Ja, akkor sziasztok! Hát akkor hello, köszönjük! De minden segítség, abszolút. Nagyon nagy vagy Sirius, hogy ilyet csinálsz, persze a The VR, aki egy olyan gépet ad, neki 200 000 respect, mindenkinek nagyon sokan fogtunk össze. Tehát, hogy alapvetően nem egységesen, talán amilyen így az egységes front, mert úgy értem, hogy itt van az, ahol több streamer összejött, de ezt sem vagyok benne biztos, a VR is segített nekik, ők ugye egy gépet küldtek, nagyon sokan. You're going to be okay. Sokat számít, volt egy... Köszönjük, és Eckének is nagyon-nagyon köszönjük. Volt egy komment, hogy hát, hogy sokra megy most a izzi a gamer géppel, mert hogy mennyi minden oda lett, de nem ez a lényeg, hanem maga a gesztus is ilyenkor meg kell érteni sokszor az, hogy az emberben a kitartás, meg hogy tovább tudjon lépni, és egy ilyen dolgot túl tudjon élni, nagyon-nagyon sokat számít az hogy egyáltalán, hogy valamit kap. Igen. Hogy tehát, elfoglalja hogy is... magát, és tudjon csinálni. Nyilván nem ez az első, azonban ez is ott lesz a prioritásokon, és egyébként ez a számítógép az nem csak gamingre jó, és nem csak videót vágni jó, hanem Melóra az minden. jó e-mailezni a biztosítóval, mert nyilvánvalóan szükség lesz rá, az jó arra, hogy tudja intézni tovább a dolgait, valóan neki van egy munkája, amit végeznie kell, ami azt hiszem nem otthon dolgozós, de hogy ez most igazából teljesen mindegy. Tehát nem árt, ha Facebookozni is tud csatlakozni. Köszönöm szépen. Szundjit láttam lejjettem még. Lejjettem közben mapa aljáig. Földel hadonász, ütösik itt egy ásó. És még cover is azzal viszont a hosszú. És esetleg pickaxünk van? Van a ládában. Várjál, elvettem. Lehet, hogy elvettem párat. Tessék, ott van. Figyelj ide, a barlangotok fölé, vagy a bányátok fölé építettem egy tetőt, úgyhogy elvileg akkor annyira kéne. Meg legalább, vagy nem tudom, lehet kéne egy lyukat csinálni, nem, hogy ne tudjanak annyira közel jönni, vagy... Hát nem tudom, egyébként közben szükségünk van igazából a dolgokra, tehát én azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nem lenne rossz ötlet az, hogy elkezdeni egyenletesen kivilágítani a gömböt. Tehát, hogy éjszaka ne szoruljunk be gyakorlatilag, igen. Ugye ez majd fa kell mindenféleképpen. Közben érkezett még egy donation egyébként Fejcsitől, nagyon szépen köszönjük, és neki egy nagyon-nagyon kedves üzenet is van mellette, héra festékre. Ami kelleni fog egyébként, ha láttátok a videót, mindenféleképpen szükségük lesz ér a festékre. Láttátok, vagy hogy festékre. Ott volt a kamera, és elvileg alig látszódott rajta a sérülés, hogy... Hogy ott elméletileg azt mondta egyébként közben, hogy ott nem is izé tört, tehát hogy ott nem tűz volt már, hanem csak hő. És hogy a kamera így látszatólag így nincs rajta így nagy baj, hát azt leszem, hogy tiszta fekete az egész, ez alapvetően nem egy jó jel, a matkorom szín, de hogy valószínűleg belül megrodjant az egész szerkezet, és ez ugyanez igaz az egész számítógép részre, meg az ilyenekre. Én még igényelnék pickaxet, amúgy... Azt nekem sincs egyébként a tűzoltók kiderítették már, hogy mitől lehetett, vagy mitől gyulladt ki. Én erre nem tudok semmit, a videóban nem beszélni. You're going to be okay.
Nagyon-nagyon köszönjük Cucáknak is a támogatást, te is hatalmas király vagy. Üzenet pedig az, hogy nem sok, de valahogy mégis szeretnék segíteni, mint ezt említettem már többször, abszolút ne aggódjatok azon, ha nem sok. Abszolút ne aggódjatok azon. Minden apró segítség. És az a helyzet egyébként, hogy ez egy család számára, ez gyakorlatilag évekre keresztbe törheti az összes tervet, és évekre keresztbe törhet mindent, azonban most vagyunk épp 3200 körül. You're going to be okay. Nyilván a Lolos alatt meg más emberekkel néztük az adást, és azért pár ezer emberrel osztva azért ez mégiscsak... Ott is voltunk 1600-1700 környékén, amikor én becsatlakoztam a LOL-ba. Mármint a LOL nézésében. Mégiscsak könnyebben aloszlik, és értitek, tehát hogy ami mondjuk nektek 100 forint, az mondjuk összeadódva, értitek, mert 10 embernél ezer. Dancsónak is nagyon szépen köszönjük a donation-t, és önállóan már megjelent a hashtag sok kicsi sokra megy, és abszolút adom. Ez jó. Abszolút adom. Hogy állunk fával? Nőttek azóta ki abból a WhatsApp-ból? Nem, még semmi nem nőtt. Pontosabban én egyet már leszüreteltem, van nálam egy 4-es. Ó, de, és itt van még egy. De, akkor most kezdenek akkor. Már van kettő, kinőtt. Oké, megyek akkor. Aztán kiszedem. Kinőtt egy kávai. Közben milyen advanced ajtó, bejárati rész épül. Szundyi egyébként, ő így nem akarja zavarni egyébként a streamet, és ugye emiatt egy kicsit így visszafogja a beszédet, de egy közben olyan produktív, hogy... Azt én csináltam, igen, kérem magam. Az elején tudod, de elkezdtem beszélni, és a másik megnézem a streamet. Okay. És azt láttam, hogy nagyjából 15 másodperc alatt 6 ilyen komment jött, hogy melyik világháborúból hát jelentkezel. Sajnos neki most ment tönkre egyébként a fejhallgatója, és... De ettől függetlenül szerintem tök jó, hogy te is itt vagy, úgyhogy én... Növeli az old school faktorát egyébként a streamnek. Hát tök király, hogy itt lehetek, meg örülök, hogy így összejöttünk, persze, csak próbálom tényleg a streamet hallgathatóan tartani, de persze itt vagyok. Mikor lesz Alex videó néven érkezett egy donation, nagyon szépen köszönjük. Az üzenet pedig az, hogy mikor lesz Alex Szomisek videója. Legalább nem jön a mikor lesz gömb. Hát egyébként azt hiszem ez volt az egyetlen, amivel megmenthető volt ez a sorozat, hogy gömböt streamelünk. Mekkora ötlet, öregem, de tényleg. Viktor közben átdobtam neked a párkat. You're going to be okay. Király, akkor elkezdek sütni is. Megy le a nap, figyeljetek majd. Cuccot, elkezdek ezt a sütni is, meg csinálok pár pikexet, mert hogy ugye arra You're going to be okay. Az kéne. Arra nagy szükség lesz, illetve elültetek még több fát, mert... Én lerakom a cuccaimat, és lehet kijövök... Hősködni? Igen, mert így is összetudtam egy csomó bonmilszert. Okay. Az meg nem annyira rossz, ha van. Heiser Barninak is nagyon szépen köszönjük, Anonymousnak is nagyon szépen köszönjük. És fél HP-val, két kocka magasból, nekik is nagyon szépen köszönjük a donation-t. Ha nem hónap vége lenne, többet is adnék. Csodálom Lacit és a kitartását, ezzel pontosan ugyanígy vagyunk mi is. Csak így tovább neki és nektek is jó játékot, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Azért egyébként, ha valaki azt mondja nekem 6 éves koromban, hogy lesz alkalmam arra, hogy X év múlva számítógépes játékok játszásával tudjak segíteni embereknek, akkor azért ezt lehet, hogy azt mondom rá, hogy cool. De... Igen. A rokonaid meg azt mondják, hogy jól van, Viktorkám, szedjél be egy algopirint, mert lázas vagy. Szerintem ők még mindig ezt mondják egyébként. Csináltam 3 pikexet, hogy legyen mindenkinek. Igaz, hogy nem 3-an vagyunk, de neked ez. Igen, ez ilyen Joe Logic. Ott adottam egyet. De ráadásul tüntetőleg hozzá is tetted, hogy legyen mindenkinek. Tessék, Kaveri, neked is van. Köszönöm. Én is kimegyek egyébként Kaveri veled, mert csontvázakat kéne ölni. Igen, igen. Akkor hát nem adom oda most a pikexet, hogyha kimegsz. Ne, ládába. Tedd le azt. Ja. Ládába pakolok én is. Én a saját pikexeimet is leteszem, csak egyetlen egy karddal van. Én meg megyek ások, sok sikert. Illetve ízét... Jó lenne ide egy pikex, mert most tört el az enyém. Ez egy creeper. Hol vagy? Lent vagy? A... Jövök jó lenne egy creepex. Jövök felé. Hoppa, követ Viktor egy creeper. Tudom. Jó. A csontvázzal akarom elhúzni. Ez a lépcső, ez nagyon rossz lett. Mármint, hogy az, hogy beverem a fejem minden lépcsőfokon, hát, ez elég zavar. Csak most visszak meg a pikexet. Jó, ne éjszaka szed ki, de hogy ugyanúgy majd szed ki. Tessék. Jó, én csak zombikat találok, de abból hála az égnek nagyon sokat. Itt van egy csonti. Mindjárt le is gyűröm. Aha, vagy nem. De, you're going to be okay. Semmit nem dobott, szuper, mindjárt megnézem a donation-t, ne haragudjatok, csak nem akarok felrobbantani semmit nagyon. Nagyon.
Jó, az, az a helyzet, hogy kijöttünk csontvázat vadászni, és én azóta egyet sem látok. Viszont cserébe fél HP-n vagyok, amit tudom. Ó, oh, látok egy csontvázat. Azt hiszem találtam egy helyet, egy kicsit beakad az AI. Felrobbant valami fontos? Nem. Nem, semmi. Ha minden igaz. Valahogy bekapcsoltam ezt a automata ugrabugrálást a blokkokra. Ez automatikusan bekapcsolódik, ezt nem te kapcsoltad. Jaj, de idegesít, gyorsan kiszedtem. Én azzal játszom egyébként is, van amikor ilyen nagyon hasznos, például a lépcsőzés, meg ilyenek vannak, de van amikor ilyen átkozott idegesítő. Hú, meg akartalak kérni, hogy ne hallj meg, mert akkor le tudom egyvégyezni a csontvázat, de így nem. Nem, a cuccaim. Ó, te jó Isten. Egyébként építettük volna a spawnra a bázist, így utólag. Megyek, itt vagyok. Ne, bocs, csak beviszel, le, okay, összeszedjük a lentebbi cuccokat, mert... Itt vagytok? Igen. Hey. Hol vagy? Viktor, vagy itt vagyok. Hol? Vagy nem, Szungyi. Van nálad fákja? Szungyi úr. Letettem a felső ládába minden. Köszi. Lehet, hogy jobban hallod, hogy milyen helyzet. Itt valamerre vannak dögök, és itt meg kell találnunk. Azt jaj, donáson közben. Goofkáiknak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a bemélyeket. Get some drugs, guys! Te is hallod? Aha, nagyjából előttünk vannak. You're going to be okay. Ez az ember, ez nagyon bírom, tehát annyira troll, hogy hihetetlen. Mikeynek is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi az a mending? Jók vagytok, srácok? Nyilván itt is ki van csillagozva a srácok vége. For the Game Geek. Egyébként annyira vicces, és én most jöttem rá, hogy miért, mert mint hogy... Még most sem reasonable, nem arról van szó, csak hogy automatikusan próbálja így alaki... Ó, oh, van egy csont, szereztem egy csontot. Oké, okay, akkor most megpróbálok úgy megölni egy csontvázat, ami a szélén áll. Hogy közben egy Endermanre ne nézzek rá. Ez, ennek a kározásnak nincs valami új módszere ezzel a töltős valamivel, you're going to be csak okay. Ugyanúgy mire gondolsz? Kell. Hát, hogy így tölt a ikon kardozásnál. A nem szabad csapkodni, hanem mindig akkor ütsz, amikor feltöltődött. Jó, köszönöm. Akkor ütöd a legerősebben? Akkor ütöd a legerősebbet, egyébként reszeteled a töltődés gyakorlatilag, és olyankor nem nagyon ütsz. Gyengéket ütsz. Igen. Jó, én egy szívecskével. Ilyen kombószerű, ez tök jó. Hát egyébként végtelen idegesítő, én inkább ezt mondanám, de mindegy végül is. A közön érkezett Teddy-től is egy donation üzenet nélkül, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hatalmas királyok vagytok, 152.000 forint fölött állunk, ami, wow. Ami azért szerintem nagyon-nagyon király. Új, jó lenne, meg lenne félmillió. You're going to be okay. Vikingnek is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t, a kitartás valószínűleg nekünk is szor, és valószínűleg Laciéknek is. Hú, azért az, a félmillió az elég király lenne a végére, de nem vagyok benne, de biztos. Hát figyelj, ha minden stream alatt egy 100-as összejön, akkor... Sőt, egy kicsit talán több, mert az utolsó stream az valamikor... Ja, este 10-kor lesz, ez nem annyira veszély. Akkor lesz vége, nem? Vagy akkor kezdődik? Este 10-kor? Nem, este 10-kor van vége, de nem annyira félek a dologtól, mert ugye SimCity. És a SimCity az ilyen leülünk és játszunk egymás mellett. És ráadásul elég sokan vagyunk valószínűleg. Mert hogy, hát ja, azt hiszem elég sokan leszünk. Úgyhogy valószínűleg ott az lehet, hogy még egy picit 10-nél tovább is fog tartani, de nem tudom, ezt nyilván ezt még egyelőre nem nagyon. Lehet tudni, majd akkor megnézzük, hogy még hogy bírjuk. Én annak örülök egyébként, hogy nem vagyok egyedül nagyon egyik streambe se. Yes. Azok úgy, megvan hogy... a spawner, vagy nem tudom mit kerestünk, de... Jó, én berobantottam a ház falát, csak mondom. Kaveri, hol kapcsolatod ki ezt az automata ugrálást, mert én mindjárt... Controls és egyből jobb felül. Jó. Ja, láttam, jó, köszönöm. Láttam, jól köszönöm. Megpróbálom visszafoltozni a házat. Elég nagy lyukat robbantottam rá, ugyanis. Szeretett, ha... szóval, mondjuk... Hát nem direkt robbantottam rá akkor a lyukat, ezt azért hozzá kéne tenni. Axmar, te itt hol... ezt a bányautat, ezt hol fejezted be? Mert ez csak így itt van hagyva. Hát ez... Tudom, hogy ott van hagyva, de... Jaj, jó. Hogy meg you're going to be okay. Most lepakolom a cucc... Oh. Küzdelem van? Életi? Nem, csak haldoklunk, mert betörtek a bázisba szörnyek. Akkor megyünk fel, akkor soljatok, hogy segítsünk. Soljunk! Egyébként egész jól haladok, a befalazással. Nagyon köszönjük Tamás Mínek, sajnos nem igazán követtem a Game Geek-et,
és nem is nagyon tudok most többet hozzájárulni, de hashtag sok kicsi sokra megy, mikor készül el a gömbön az item szelektáló, hát nem. Az helyzetéként, hogy mivel a gömbön alapvetően limitált vas mennyiség áll rendelkezésünkre, egészen addig, ameddig nem építünk. Tehát, hogy meg lehetne ezt csinálni, úgyhogy ne álljon limitált vas a rendelkezés. Jól néztek ki. Besétál így kamer, és így kiáll belőle egy halom. Hogy állunk? De se vagy rosszabb. Én nem tudom, hogy állok. Van benne kenyér esetleg, ha valaki egyébként érdekel. Ilyen, ha nagyon-nagyon nekifeküdnénk, valószínűleg most ez alatt a stream alatt ez nyilván nem fog összejönni, de hogyha így nagyon-nagyon nekifeküdnénk a dolognak, akkor akkor elő vagy utóbb ide is meg lehetne egy toronyhoz hasonló rendszert építeni. You're going to be okay. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a Kocsis Dávid 99-nek kitartás mindenkinek, Sirius, neked meg mi az igazi munkád? Ez egy izgalmas kérdés. You're going to be okay. Projektmenedzserkedek helyeken. Ilyen mindegy, gyakorlatilag. Ne, tényleg a külső szak, külső tanácsadóként dolgozom, meg projekteket vezetek, meg ilyenek. Dr. Hun például a Pulitront. Dr. Hunnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. Martinnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. You're going to be okay. És Pap Balázsnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. Sok sikert és kitartást az újrakezdéshez. Ezt mindenféleképpen átadjuk, ha nem látják már addig, Laciék. Jaj. Na, okay, az a kérdés... Ki az a vállalkozó, aki lejön velem és elkezdjük tisztítani a lenti terepet? Ki az, aki harcosnak érzi magát? Hát én nem. Az előbb annak éreztem magam, azt őszer meghaltam, tehát hogy... Szungyi, írták egyébként pár, hogy egyetlen zavaró a hangod. Yes, Szungyi. Úgyhogy inkább azokat lásd meg, ne azokat, akik azt írják, hogy zavaró. Oké. Ki van még? Ketten? Ketten intézik? Nem, én is megyek. Nem zavaró, hanem te vagy az. van 9 darab bónmillem. Szerintetek mit csináljunk belőle? Csináljunk még több magot? Vagy kezdjek el fát növeszteni vele? Mag már nem kell. Szerintem, inkább. De azt fel lehetne húzni gyorsabban nő, nagyobb területre, nem? Hát ez igaz, mennyi van? Hány darab? 9. És viszont ez lehet, hogy elmegy két fára, érted? De hogy... közben meg magot, szerintem egy csomót lehet, hogy csinálunk belőle. Jó, ez jogos. Hát sokkal kifizetődőbb, mivel az ugye ez egyből nő, tehát ott nincsen. Itt már harc van. Hát itt fönn... nem karnélkül kellett volna kijönnöm egyébként. Itt fönn mi van? Mármint ennek itt mi értelme van? Hát Joe azt hitte, hogy oda kerül a kert, de oda lehet majd egy monster spawner. Tehetjük oda majd a monster spawner-t, na? Igen, ez jó lesz, de úgy, hogy az aljából ide potyogjanak lefelé. Ide a nappalinkba. Igen, ez jó. Az lenne a legjobb talán. Lehet, hogy nem az volt a legjobb döntésem ever. Nézd, jó. Mindenkinek vannak rossz. Hol mögött lehet már a forrása, nem? Itt van lent, nézd csak. Ó, oh, oké. Okay. Hol vagytok? Csak óvatosan. Lejöttünk ilyen... Hát itt az én bányarendszer. Y1-89. És a te bányarendszer ezt honnan indul? Le tudsz jönni a ház egyik sarkánál. Ja, abba mentetek le? Aha. Persze, itt vagyunk. Egyébként az is a feladatok közé tartozik, hogy find the dungeon. Az megvan. Ráadásul poke spawner. Megvan már a dungeon? Azt nem akarjátok csak körbevilágítani és nem összetörni? De. Mert akkor arra csinálhatnánk oda egy monster trappet. Mondjuk pókok pont nem nagyon jók. Srácok, házat csináltunk már, vagy ezt ne húzzam be? Hát az a ház. Az hát az egy, hogy építsünk neki egy tetőt, meg pár ablakot is rendben lesz. Meg fog halni. De jó, tudod mit, hagyjuk is. Generátor megvan, dungeon megvan. Megyek vissza Szungyi, addig maradj. Jövök Szungyi feléd egyébként. Nagyon szépen köszönjük. Mátének is a donation-t, hatalmas király vagy. És hatalmas királyok vagytok, mindannyian nyilvánvalóan nem csak akik donételnek, hanem akik néznek és akik velünk tartanak. Ők is ugyanannyira királyak. Tax Martin, hol mentetek itt? Dexonnak is nagyon szépen köszönjük a donation-t. És neki egy üzenet is van hozzá, méghoz lesz, hogy kitartást. Megyek Joe. Jó, én itt várlak. Vezess. Megmutatom. Annyira nem szeretem az ilyen típusú kihívásokat, annyira ilyen olcsónak érzem, ez gyere. A... csináld meg az összes potion-t. Nem... Ja, Istenem, miért? Mert mint... Ja, igen. Jó, értem, hogy egy csomónak az alkatrészét tök nehéz összeszedni, de az igen, annyira kis egyszerű trükk, vagy nem is tudom, hogy így minek. Igen.
Tehát ez a jó sok időt Direkt. Töltsél el vele. You're going Vágy, to nem be igen, ez ilyen farmos dolog. De ki kifalaszta be? Nagyon szépen köszönjük Sajuknak, Sajuk 18-nak is a donation-t és az ő üzenete, sok sikert a gyűjtéshez. Köszönjük szépen, hogy igyekszünk alapvetően haladgatni a dolgokat. Kézzétek el, elindítottam a GTA-t délelőtt, és végre nem kell végigjátszani a... Tutoriát? Az elején azt az első részt. Az első részt. Nekem utor végig kellett. Mondom, de jó, megyek, mutizok egyet. Aha, és nem. És elkezdődött, és így nem. És így nem bízom, hogy jó, köszi. Ennyit akartam mutizni összesen. Igen. Igen. Engem kibannoltak, amikor legutájára mutiztunk. Igen, téged kibannoltak. Nem mindegyik, azon meghalok. Remlékszünk. Partnori üzenet van. Nagyon szépen köszönjük Ocskó Szilárdnak is a donation-t. Nagyon-nagyon királyak vagytok mindannyian. Tényleg nagyon-nagyon királyak vagytok. Elképesztő, hogy hála az ének nem csak a videósok között, de köztetek nézők között is milyen összetartás alakul ki, hogyha igazán baj van. Azért ez valahol nagyon jó érzés. Látom, Joe is beleugrottam. Istenem. Nézd, elmegy mellettem a Creeper, mert utánad megy Viktor, figyelj. Hát ez remek. Egyébként amint megütöd, valószínűleg megváltozik ez a helyzet. Szóval, jó, de így nem olyan vicces. Figyelj. Nem változott meg, akkor is egy csak. Nem hiszem. Nagyon köszönjük Martinnak is a donation-t. Egész jó. Nézzük, köszönjük Martinnak a donation-t, ő nem mellékelt üzenetet, úgyhogy ezt nem olvassuk fel. Ha. Ne, még egy creeper! Hát ez egyre jobb hallott. De így érted, így megfordult itt és azonnal ott el. Jó kérdés. Tudj, játsz egy kardot. Jó, fával egy kicsit jobban állunk. Én ebből a fából csinálok izét. A fákjákat, és próbáljuk meg kivilágítani a mindent. Meg egy fákját dobjál. Ha egészen eljövök ide a szélére, nincsen valami trükk, hogy esetleg mondjuk itt... Lebagolsz, de olyan van. Nem, hanem hogy esetleg, ha innen ások le... Így jó, teljesen. Aki meglásott rá. Igen. Oké. Aha. Jó, Joe, ti merre mentetek? Én viszont kanyába lehetem. A házba, gyere, megmutatom. De figyelj, arra gondoltam, hogy nincs csak, hogyha itt mondjuk én itt oldalt lemennék egészen, akkor nem tudnék szerinted oda kerülni kb. Hozzátok? Vagy milyen mélységre ásadhatok le? Hát, lementünk elég mélyre. Elég, igen. Hát ilyen Y1-jövőkkel az, hogy körülbelül van ez a bányarendszer. Te mennél mélyebben vagy? Patrik Juhásztól is egy donation, neki is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szép dolog az összefogás, jó emberek vagytok. Igyekszik az ember. Hashtag segíteni jó, külön a jó. Hashtag Let's Play 74-et nézek közben. Ő ilyen valamilyen nagyon durva dolgot művel itt a két stream párhuzamos nézésével egyébként. És Lőrétől is nagyon-nagyon, Lőrének is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. Lőre. Azt hiszem, igen, Lőre az a neve. Na jó, csak... Kinevetett. Most bocs, szegény. Bocs, Lőre, nem, az, hát nem, kinevettem, csak vicces. Nem kinevettem, csak vicces. van valahol kapánk egyébként? Nincs. Nekem van. Előbb adtam oda kávét neki. Saját kapáját. Figyelj, hoznál egy csákányt, és akkor én adok neked egy kapát. Jó, sikerült kivilágítanom a farmot. Ó, van kettő spawn pigem. Tudunk. De jó, fushi. Spónolni. Na az, és ráadásul kettő, illetve jó. Kettő, mi ez? You're going to be okay. Akkor a házunkat viszont bővíteni kéne, vagy... Gunpowder, egy golden... egy music disc! Vagy tudunk a tetőre pigiket termeszteni. Oda nem akarjuk a izét rakni? Hol vagy lent coveri egyébként, mert leviszem akkor... itt oldalt... Nem ott a... Jaj, oldalt van, god. Hát akkor ezért meg lesz megtalálni. Itt vagyok közel már. Jövök. Nem, és igazából lettök messze vagyok. Igen, ez egy már gömb. Itt jövök fel. Jössz fel, mint a talajvíz. Jó, az jó. Igen. Hála az égnek a nevedet nem látom. Itt vagyok a háznál a bánya oldalam. Háznál a bánya oldalam. Oké, meg vagy. Látlak. Az, itt a mennyi végül meglettek, vagy azok elvesztek? Meg minden. Mivel dobom ki a kapát? Köszönöm szépen. Kösz. Talán kapából egyél többet készíteni, az lehet, hogy... Közepesen felesleges móka lenne. Nekem igazából úgyse fog kelleni, úgyhogy... De valami rendszer kéne ezeknek a fákjáknak az elhelyezésére. Be kéne hálózni velük az egész létesítményt. Teszek egyet ide. Milyen messze kell rakni a fákjákat 7 blokknyira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3... Négy, öt, hat, hét.
Fejlesztett, ezt most beakarod teljesen. Nem teljesen, csak leszűk itt. Várj, akkor lépcsőt csináljunk. Kevesebb fákja kelljen. Hűha. Én a fákja. Ja, ez így nem jó. 3, 4, 5, 6, 7. Én éppen most szukrolok. Hány fákják van? Hát most már csak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majdnem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, most már csak 8. Nekem kéne egy, úgy körülbelül 2 darab. 4, 5, 6, 7. Így jól csináltam? Ja, ugye. 2, 3, 4, hozom fel a... 5, 6, 7. Itt kint én adok, ha jössz. Szép dolgokat. Jövök, fölmegyek, megint bekapcsoltam ezt az autójumpot aztán. You're going to be okay. És van 5 darab, azt adom, mit szólsz. Az jó. Jó deal. Ismét érkezett egy donation, nagyon szépen köszönjük Zsombornak, és lehet, hogy közben lemaradtam Martinnak is még egy kicsit, igen, lemaradtam Martinnak is még egy donationről. Nem nagyon követem a srácokat, de örülök, hogy összefogtatok értük. Sajnálom, én is csak ennyit tudok adni, de több, mint a semmi. Ez pontosan így van, és soha ne sajnáld, igazából az ember annyit ad, amennyit tud. Akkor sincsen semmi, ha esetleg valaki nem tud adni, akkor is nyilvánvalóan már azzal is, hogy nézi ezt a streamet, már azzal is támogatja az ügyet, úgyhogy. Úgyhogy ezzel aztán abszolút nem kell aggódni. Hát meg lehet osztani nyugodtan, és akkor azzal is, aki nem tud esetleg pénzbeni támogatást, akkor ossza meg, hát ha valaki. Igen, hogyha ugye végzünk itt a streammel, hagyom egy ideig pörögni, és utána ennek a bevételét is el fogom küldeni, az a plusz 3-4 dollár, az biztos nagyon jól fog jönni. Igen, az rengeteget fog. Ezt majd kellene lentre. Igaz, valószínűleg rengeteget hozzá fog még dobni a dologhoz, de... Hát de nem is azt gondolj bele, ha valaki mondjuk nem tudott a streamről, mert nem, mert a YouTube ugye nagyon cseles, tehát ugye, tudjuk, hogy kb. Hogyan értesítés miként az embereket, akkor például, ha nekem nem szólsz, én nem tudok róla. És ha... Pedig fel vagy egyébként iratkozva, tudtam már, szóval akár még fel, tudhatnál abszolút, is róla. Abszolút fel, és elvileg e-mailt is kapok róla gyakorlatilag, meg nem. Tehát, de illetve kapok majd szerintem ilyen holnap. Hogy streamelsz most, és rákattintok, és így semmi. Jaj, streamelte. Működő dolognak tűnik. Na, eljutottam a bányátokba, srácok. Ja, na. Engem is megkértek, hogy menjek mindig le a bányába, úgyhogy én is mindjárt megkocogok a bányába. A föld, 4 föld darabban rakva, mindig akkor forduljál jobbra. Aha, megvan. 4 föld darabban rakva, mindig akkor fordulj jobbra. Hát ezt magamnak ez csináltam, régen, hogy emlékezzek. Ez amit régen az ilyen lapozós könyveknél. 174 ezernél tartunk egyébként, nagyon-nagyon király, nagyon-nagyon király, nagyon jól haladunk. Valaki írta, hogy lehet, nem biztos, hogy lehet, de hogy a spawnert át lehet csinálni, van nál tojás, ez így van? Vagy... Én erről nem tudok semmit. Nem, van tojásunk egyébként. Ez ilyen ráguglizós dolog, nem tojás, spawner tojás valószínűleg, ja. Szerintem malac spawnert nem fogunk tudni bele csinálni. Mert hogy van nálam malac, vagy volt hát nálam malac tojás. Rá lehet így kattintani, jó klikkel, elég király lenne, de én nem tudok semmi ilyesmiről egyébként. Gőzöm sincs, én felhasztam a malac tojást, mielőtt elveszítem oda lent. Volt egy zombi úton áruló. Mindjárt jönnek egyébként a csúnya. Hát azért 170k-ból már egész sok hérafestéket lehet venni. Hát én most konkrét tapasztalataim vannak, hogy mennyi hérafestéket lehet belőle venni. Tehát 170k-ból konkrétan az egész házat ki lehet belülről festeni, tehát... Az is valami. Már akkor te fested. Elég, hogyha itt tűzkár van. Nem elég csak. Nem, le kell verni valamit. Tehát a vakolatok mindent le kell. Ez vakolás, de érted, tehát, hogy annak nem tudjuk mondani az ára. Egyébként én arra gondoltam, hogy beszélek Lacival, hogyha majd lesznek ilyen munkálatok, ahol lehet ilyen kétkezi munkába segíteni, és mit tudom én, Viktor, te benne vagyok, hogy bepattanunk a kocsiba, elhúzunk. Elkocogunk, aztán segítünk. Nem vagyok benne biztos, hogy én nagy segítség leszek, de lelkes. Megyek szívesen egyébként. Nem baj. Egyébként nagyon tök vicces, hogy ugye írják egy csomóan, hogy mennyire király, hogy összeállt a YouTube, meg ilyenek. Az a helyzet, hogy ez nem, én nem tudom ezt így official-ként nyilván, nem én fogom ezt lekommunikálni felétek hivatalosan, ha egyáltalán bárki, de konkrétan cégek is álltak e mögé. Tehát, hogy több nagyobb cég is beállt a dologba, ráadásul úgy, hogy nem brandált megjelenésként. Hát ez meg külön szép. Nem kérnek olyat, hogy mit tudom én mostantól a csatornátokon, hogy ott legyen a logónk mindig, hanem csak úgy, hogy ha van valami a raktárukban, ami teszem azt éppen hasznos lehet, akkor azt ők odaadják szívesen. Hát az meg eleve jó egy ekkora csatornának, és meg bármekkorának is, szóval. Több csatornáról is tudok
mert több cégről is tudok, akik csináltak ilyesmit. Úgyhogy azért az is mindenféleképpen király. Igen, az egyébként ez minden csatornának jó, szóval... Igen, most így gondolkodtam, hogy úgy mondtad, mintha tudod, ez ilyen... Hasznos. Muszáj voltam menni, mert majdnem megkaptam. És nyilvánvalóan nem az a felső prioritás, hogy a csatornát rendbe rakják, azonban ha már valamivel nem kell aggódni, akkor az már annyival könnyebb. Hát meg lelkileg is, nem? Ez így azért hozzádob, mármint hogy... Tehát azért elég nagy szívás, tehát itt mire a biztosítóval mindennel leboxolják. A közben érkezett Kelemen Lajostól is egy donation, nagyon szépen köszönjük. Nem nézi a gameplayket. Nem. A podcast-es Lali. Igen? Aha. Hello! Szóval ő azt mondja, hogy nem nézi a Game Geeket, de nagyon-nagyon értékeli az összefogást. Ne csak akkor tartsunk össze, ha baj van. Abszolút teljesen igaz. Abszolút teljesen igaz. Ja. Abszolút teljesen igaz. Nem szeretnénk áttranszferálni, bocs, hogy megszakítalak, a vizet föntre, és akkor nem kéne itt a termő területen valahogy lépni? Át tudjuk valahogy vinni? Hát át tudjuk vinni. Az a kérdés, hogy át akarjuk-e vinni. Vagy hát nem tudom, hogy mit gondoltok, szóval nem... Figyelj, nem rossz ötlet, de vizsgáljuk meg, hogy vajon jó-e. Igen, tehát így fussunk. Én szerintem nem annyira para, ha a termőföldeken mászkálunk egyelőre, mármint nincsenek nekünk olyan unlimited lehetőségeink jelenleg. A 11.32 egyébként 15-ig tart a Minecraft, és 15-től tartunk valószínűleg 4 órás szünetet, és a következő játék pedig a GTA lesz, amivel folytatjuk a haknizást. Kaptam achievementet, hogy szedtem fel. Nice job! Jó, hogy ti konkrétan leértetek egyébként a kockának az aljára? Én mondtam, hogy túl mélyre ástam. Ja, hogy akkor az az volt, amikor leértél. Hú, az elég hardcore azért. Hát figyelj, most nekem engem ismer. Igen, te ilyen törvgyerek vagy, szóval. Hogy sikerült hazamenekülnöm. Van pörösleges fákjánk? Nincs, de van fánk. Úgyhogy tudunk sütni fákját. Akkor süssünk. Tudunk sütni fánkot. Azt jó. Hiszem, hogy én ezt a bányász dolgot ezt rátok hagyom, mert nem értem benne a nekem sem nagyon akaró cikoda lemászni egyébként. Nem. A Pilóta Kekszter egyébként érkezett megint egy donation. A chaten az összeg vége nem kerek. És kiegészítette, hogy kerek legyen. Elméletileg annyit küldött, ami kerekké vágja majd az összeg végét. Úristen, ez de laza. Jaj, igen, ez nagyon laza. Lerakom a virágokat, hogy örüljetek. Igen, ez minden. Ez minden vágyunk és álmunk. Yes, virágok. Tessék, itt vannak a virágok. Ilyen nagyon legósan, tudjátok, ezt amikor odaraktam? A legózó gyerek egyszer csak meg lerak egy halomvirágot. Én is leraktam egy halomvirágot. A bónokat elhasználhatom? Igen, és van fákra. Nekem is. Mit? Fákra. Igen, jövök veled én is. Használjuk el együtt. Kitettem 3-at. Okay, használjuk el együtt. Wow. Akkor próbáljuk úgy, hogy egy legyen meg legalább. Nem tudom, mennyi kell bele. Jó, egy megvan. Átraktam a virágokat sokkal jobb helyre. Neked miért megy? Na végre. Lehet, hogy nem tudom. Elég sok mindentől, ez elég sok mindenem múlik ez egyébként, szóval nem. Nem nagyon-nagyon kedves a rendszer. SimCity 7-től lesz, igen, az a 7 az 4-8. Tehát ez a 7 az 4-8, nyilván mivel úgy vannak a szünetek, hogy mindig... mindig egészig tartjuk nagyjából a streamet, a LoL-t ezt egy kicsit több, és ez a 4 óra ez egy ilyen buffer zóna, hogyha mondjuk az egyik stream késik, akkor a következő ne kezdjen el emiatt késni feltétlenül, hanem legyen egy ilyen, tehát mit tudom, ez most késett 5 percet, de valamiért tovább tartjuk. Hát ez nagyon jó. Elég robbanékony hangulatban. You're going to be okay. Martinnak a második donation-ja nagyon-nagyon szépen köszönjük, azzal az üzenettel, hogy na még egy kicsi. Ilyenkor mentek fákat szüretelni egyébként? De mi a meggondolás? Mi most hát, ja, hogy ők mit csinálják, ezt nem tudom. Én úgy érzem hasznosat. You're going to be okay. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Závodni Zsombornak is a donation-jét, aki pedig most azért donételt, hogy ne legyen kerek. Ez jó egyébként, ha így elversenyeztek este 10-ig, akkor megvan a két medve, bocs, meg a róka, meg a sajt.
meséje, ahol ugye a két medvebocs folyamatosan okay. azon veszekszik, hogy a másiknak nagyobb, és a róka mondja, hogy ő majd segít nekik, és elosztja nekik, igen. És akkor, de hát az övé nagyobb, és akkor leharapott a másikból egy kicsit, de hát az övé nagyobb, és a végén megette a róka a sajtot. És végül is igazságot tett a két hülyének. Egyébként utána érkezett még egy donation Summoner-től. A bocsi, nem szeretem a kerek számokat üzenettel. Úgyhogy többen dolgoznak már azon, hogy ne legyenek kerekek azok a számok. Ez olyan, mint a piros csapat, meg a kék csapat, tudod? Vagy mint a Steamen volt, hogy melyik csapatba tartozol. Igen, akkor... igen. Nálam még van kettő bón, mi lesz? Tessék, Viktor. Nálam meg nincs. Úgy tűnik, hogy... Hát most Joe telepít virágokat. Igen. De ide. De. Ne. Itt látja mindenki. Jó, nézd, elhasználtam a bone mealt. Sajnos nem nőtt meg belőle semmi. You're going to be okay. Amúgy van még bone meal ideben. A Adam Zgetnek is nagyon szépen köszönjük a donation-t. Sok sikert Lacinak és nektek is. Remélem sikerül még going to be okay. összehozni ezt a csapatot. Vagy keverül egy Forza Horizon 3 streamet. Az a helyzet, hogy van egy haverom, aki húzza a Forza Horizon accountomat, úgyhogy játszhatunk keveri. Van kedved, iszonyat jó, én nagyon-nagyon szeretem. És ráadásul szétrögtön PC-n tolod, vagy boxon? Boxon. De teljesen mindegy, mert... De tudunk menni, tehát, hogy... Illetve egyébként közben megérkezett Paplovag reporting for duty. Paplovag felébredt és érkezett is tőle egy donation, nagyon szépen köszönjük. Papi, nem sokára elérkezünk, még egy kicsit reggeliz vagy valami, még egy kicsit lazulj. De ha van Minecraftod, itt is szívesen látunk. Reggeliz itt délután 2:30-kor, papi, nyugodtan. Jó, hát de az megvan, hogy tegnap volt a LOL VB döntő, amiről én... 2:30-kor jöttem el, és én csak wow. az első meccset néztem meg. Ja, én csak azt láttam, hogy így posztolgatta a Bea, a Queens-es Bea, hogy ezzel puszi, tudod, mindenféle selfie, meg minden, és akkor néztem, hogy mindenkinek ilyen kajak álmos fejek, tudod? És mondtam, ez mi ez? Hát a LOL VB döntő, tehát most mindenki, gyakorlatilag Szungyi, te mikor feküdtél? Elvileg lehetséges különben. Ilyen reggel 4:49 körül. Na, szóval értetted, hogy Szungyi wow. például most úgy jött nekünk segíteni, hogy közben 4:49-kor feküdt le. Ami azért még dob rajta mindenféleképpen. Elképesztően király. És egyébként megérte? Hogy megérte. Király volt. Nagyon jó meccsek voltak egyébként, én nem voltam lent, de nagyon jó meccsek voltak. Te reggel nézted vissza. Yes, yes. Akinek van esze. Nekem sajnos el kellett jönnöm egyébként, de az első meccs alapján éreztem, hogy ha maradnék még egyet, akkor már valószínűleg végignézném az egészet. Én itt benn néztem meg. Az első kettőt megnéztem, a második kettőn elaludtam, mert úgyis az SKT nyer, és aztán megnéztem az utolsót. És az meg megint izgi volt, igen, szóval azért most itt kész a pig spawnerünk amúgy. Milyen spawneretek? Pig spawnerünk. Igen, rá lehet úgy kattintani, hogy... Tényleg? Igen, kész. Úristen, ezt megnézhetem? Gyere. Ezt megnézem, ez nagyon zsír. Malac. De hogy rá lehet kattintani? Hát jobb klikkel elkattintasz, mert szereztem kettőt. You're going to be okay. Ezt mondtam, és rákattintottam, és... De hol van lent? Le kell menni a bányába, vagy? Igen, de levezetlek, tudod, én... Engem is. Kizgollam. De én tudom, merre kell menni, gyere szívesen. Gyertek, kövesszük. Várjuk meg coverit, Joe, mert ez izgi. A közben érkezett. Disztel Huntól is egy donation, nagyon szépen köszönjük. Ő neki úgy tűnik, nincs baj az egész számokkal. A kerek számokkal. Hú, egész számok, az kéne még valaki izév, küldjön 1/2 forintot. Gyertek ki, szopítkák. Jövünk. Úristen, egy malac spawner, hát ez mi csalás már? Ez biztos, hogy a Let's Play sorozatban valahogy át kell mentenem a dolgot. Martintól is, őnek is ez már a többedik versenyét. Most az volt az üzenet, hogy csak a te kedvedért. Au. Nekem fél HP-n van, boys. Nekem fél szívem van konkrétan. Akkor itt vigyázzatok, ne aggódjatok nagyot. Jó, igyekszem. Ó, de durva. És spawnon is malacod konkrétan? Hát eddig még nem, de... Lehet, hogy föld kell neki? Vagy nem tudom. Van nálam föld. Nem értek hozzá. Cseréljük ki a talajt földre, hát ha. Én úgy döntöttem, hogy muszáj. Muszáj, hát ezt muszáj volt kipróbálni. Hi.
Hi. 6:30-kor volt vége a VB-nek, te jó ég, ez azért az elég laza. Halihó, sziasztok. Hello. Hello, happy. Ja. Szia, Marci. Gyűlöl GTA-zni? Félig meddig. Igen. És sziasztok, kedves nézők is. Jaj, ha alatta kiütöd, akkor eltűnik, nem? Nem. Na csak nem. Valaki nem akar adni egy kis snacket? Én nekem csak izén van. Fónot, malacokra remeltek tudunk kérni. Hát rohadt húst tudok adni, ja, az esetleg arra ráfanyarod. És elvesztettük egyébként a spawn eget közben? Igen. Hú, akkor reméljük, hogy sikerül a projekt. Van még egy spawn. Nem, hát nem, az, nem, az nem pont egyel kevesebb, mint ahány malac szaporodni tud. Hát, nem tudom. Akkor majd kiszedjük ebből, amit pörög. És ilyenkor nem úgy működik, hogy ha nincsen fény, akkor kezd el spannolni, vagy ilyesmi? Azt írják, hogy fűnek kell lennie és fénynek, de ez nekem a szokásos fiktív, a falusiak nem tudnak üvegen szaporodni. Típusú wow. Kommentnek. Miért szégyellősek, hogy mi? Kommentnek tűnik, de hogy amikor annó csináltam azért a falusi szaporítót, akkor így írtak ilyeneket, hogy nem tudnak. De tudjátok mit? Google time! You're going to be okay. És yeah. Nagyon szépen köszönjük Georgie-nak is a donation-t. Nagyon-nagyon király vagy. Beatbuster perceinket látjátok. Igen, és most streamben neki kell a googlizni telefonon. Ugye lehet, hogy egy Let's pipacs. Az jó neki. Spawner. Hozzak le virágot? Hozzuk le a füvet? Van sok. Hát egyébként lehet, hogy le kell hozzávezetni a füvet. De tudok mi hosszan, mert mire ide lesentikál a fű. Hát az igen, tehát ott 50 ház is összejön Lacinak addigra. De csak ahogy álljunk és nézzük, hogy nő a fű. Hát igen. Monster Spawner, official. Jó, és pörög benne egy malac. Yes, no, no, yes. Yes, yes, no. Obtaining. Nem lehet obtainer. Az na? Jó. Usage. Szerintetek ez... The monster spawner spawn mobs in 8x8x3 area around it. When the player is within 16 blocks of the spawner, provide a suitable spawning location for the block's mob type. Can be found in the area. Igen, tehát akkor azt kell megtudnunk, hogy mi a megfelelő spawn block típus a malacnak. Hát ez when obtained as an item and placed, it will spawn pigs by default. Nem, ezeknek nem kell. Én egy csákány. The block will attempt to spawn nálam. Four mobs around egyet. It. Persze. Then wait from 10 to 39.95 seconds before spawning again. Jó, akkor megnézzük a piget. Pig spawn. Oké, okay, pig. Official Minecraft wiki nyilvánvalóan. bla 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 bla. Gyerünk disznó! Blocks with a minimum two blocks space. Két block. Igen, így kántálok körbe. Pisztonnal toljuk le a füvet! Hát ez elég zsír lenne, de nincsen... pedig az azért az egy nagyon zsír megoldás lenne. Az kihívás, akárhogy is nézik. Úristen, talált valaki már vasat? Egyetlen egy vasat? Én találtam. Van. Egy vas, kell nekem egy vas. Én ezt meg akarom csinálni, jó eltévedtem. Kettő vasunk van. Kettő vasunk? Ja, tényleg nem is kell a redstone. A pistons kell? Kell redstone, kell redstone, kell egy redstone. Talált... Ó, de ahhoz kell három... Ó, mindegy, elkezdem építeni. Találkozunk 3 óra múlva. Viktort elvesztettük. Bréko, Bréko, itt föld. Nem köszönjük Visszert is a donation-t. Mikor lesz Gump Survival? Nem szeretem az egész számokat, ő kimaxolta az élményt egyébként, tehát ő belerakott mindent, amit ebbe bele lehetett. Egy. Merre kell? Erre? Erre kell, igen. Figyú, mindig azt nem lehetne, a földnél hogy a legegyenesebb módon fölvisszük? Mert hogy vágunk így egy átlós lyukat fölfel és lehozzuk úgy? Én adom. Hát, akarjátok túl egyszerűen megoldani? Itt elkezdek igen, fúrni ott. Fölfele, mi van, és akkor jó lesz. Mi van akkor, hogyha mondjuk ellássunk a szélig, és azon a szinten így egyszerűen behozzuk a hát legszerűen. Hát van ezen a szinten igen. Még széle?
Van. Nem, mert csak a tetején van grász. Én tehát, úgy emlékszem, hogy a tetejére kell. Grász. Oldalt is van, nem? Az oldalán még van, amíg van teteje, de onnantól, hogy nincsen teteje, onnantól nincsen grász. Mindegy, kifúrok itt, azt megnézem. De azt el kell, hogy mondjam, hogy én úgy emlékszem rá, hogy körülbelül, ha még egy följebb este volna, akkor nagyjából az a szint az, ahol én lejöttem, és hello. Ott még volt. Hi. Szeretem. Hello. Már gyűlnek a GTA streamre a népek. Én most játszom végig a prológos lágot. Neki is végig kell játszania. A gépem az elfelejtette, hogy én ezzel már játszottam. No, én annyira várom, hogy délelőtt kipróbáltam, ott biztos jó, és aztán délután majd így övön alul behoz nekem egy. Ó, mint ha már ez megtörtént volna egyszer. Alolnál például? Igazad van. Mi ott is a prológus kellett végig játszani? Nem, hanem a tutorial, nem tutoriált. Jó, itt még nem jó ez meg, ez a magasság, ez meg itt nem jó. Nem az történt, hogy valami szerver elérés errort kezdett el dobálni, és kivágott mindig indulás helyett. De úgy, hogy érted, mit tudom én így egyébként, megköszönöm szépen, jól volt eddig. És lol. Ezen nagyon-nagyon felhúztam magam, és akkor olyanokat találtam megoldásnak. Azért... De azért ott elképzelhető, hogy káromkodtam is. Lehet. Beléptem TS-t is. És így nagyon. És aztán kiderült, hogyha így futtattad így izében, így rendszergazdaként, akkor így jó lesz. Hát persze, hiszen ez minden. Mert ez Windows, érted? Mert ez Windows, igen. Annyira szeretem az ilyet, javár nem. Igen, és aztán az Open Broadcaster meg nem volt hajlandó rögzíteni a screent, tehát ugye a monitort magát, mert ugye alól ezt úgy akartam streamelni. És azt is elindítottam rendszergazdaként, és az onnantól kezdve az is jó volt. Annyi fát raktam, hogy mindjárt megvakulok. Sziasz, Unyi. Mi a köze a vakulásnak a fához? Mert... Minden. Jók, smart. Te csak így... Letargikusan álltott. Lehet, hogy azért nem... Ne zavart, én ott hagytam előbb is. Magányszer. Ó, kell, hogy nálad vannak fákják. Hát egy darab... Hát ez így túl egyszerű. Próbálok a kezed alá dolgozni. Hát az a helyzet, hogy egyszer már csak kijutunk ebbe. Itt egy csirke. Akkor viszont van, van fű is. Itt van a fű, igen. Ötétedik egyébként. Hát ez így valószínűleg elindul lefele. Majdnem meglöttelek. Kiszélesítsük egyel? Ja, hát, hogy gyorsabb. Igen. Meg nálam van bone meal, lehet, hogy trükközhetnénk egy az nagyon nem, picit. Az nem növeszti gyorsabban. De hát, ha mellé spannol egy kicsit még inkább. Nem spannol tőle mellé. Ezt viszonylag teljesen hivatalosan tudom mondani. Ez nem fog sikerülni. 3-2-1, tényleg. De magot legalább viszont, adott. Viszont volt egy bone mealünk, már nincs. Nem, egy magot you're dobott. Going to be okay. Ó, következő donationünk, Bertike, a nemes célú szórakoztatás, hajrá! Úristen, ez tök jól hangzik, lehetett volna ez a címe a stream sorozatnak. Ehelyett az lett, hogy segítsünk Lacinak, bár egyébként ez kifejezőbb. De ez tetszik. De mennyivel unalmasabb, mert de hát így tényleg. Köszönöm. Miért nem ilyen hatásvadás cím lett? Nem úgy értem, hanem hogy ez nagyon jó cím. Ever, vagy nem tudom. Igen, best cím ever. Ja, nem, ez se jó. Na jó, elég lesz. Oké, egyezünk ki a baj, ez a cím így működik ebben a formában. You're going to be okay. Kadnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t, ő nem küldött vele üzenetet, úgyhogy azon ja. Nem tudunk röhögni sokáig. Esetleg a nevén, hogyha muszáj. Ha. Azt én szoktam, várjál. Azt ne vegyétek el tőlem. Én azt hittem, hogy itt volt a vége a mondatnak, hogy you're going to be okay. Nem küldött. Ja, igen. Köszönjük a segítséget, mert nem küldött Donnie. Ja, és még megyek a telefonkönyvben, és tűzött, ő se küldött. Érezzék az emberek. Závodni Zsombornak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donationt. Itt az ideje az egész számoknak, és hogy most visszaállított elméletileg megint egészre a számokat. Jaj, ne, kinyírtam a Pikex-emet. Hello! Pikex. 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 Hát tudod, ilyen izé pite. Az. Ki az, aki felismerte hangra, hogy ki jött be? Leestem a mapi. Papi. Papi. Ja, azért nem ismertem fel hangra, hogy... Hát oké, jó van. Szevasztok, Gékok, elhúztam. Na, oké. Megnézem, nőtte a fű.
Jó, mostantól köves figyelemmel nő a fű. Papi, rendkívül izgalmas dolgok történnek itt ebben a Minecraft streamben, azt kell, hogy mondjam. Egy métert sem. Éppen füvet vezetünk le egy barlangba. Igen, igen, nézlek titek. Abszolút nézelében. Meg is sajnáltam, hogy nézlek. De csak azért, hogy disznó spannert működésre bírjuk. Te, itt le lehetne vágni. Én is ezen gondolkoztam legalább. Mondjuk érted, 10 perc alatt egy centit nem nőtt. Jó, tehát, nem azt mondom, hogy ez valaha elkészül, de hogy érted, ja, van rá lehetőség, hogy levágjuk. Jaj. Ha azt mondanám, hogy megettem az összes almát, akkor haragudnátok, nem? Nem, mert én ezt csinálom a stream eleje óta, csak soha nem mondom ki. De hát szóval én nem haragudhatnék rád őszintén ebben a témakörben. Nyilván megpróbálnám, de nem tehetném, sajnos. Szép. Vajon, ha kikapálom és előtetek egy búzát, akkor? Nem. Jó. Nem. Segít, hidd el. Ez a Minecraftnek egy olyan mechanikája, amit nem lehet agresszív. Ez meg, hogy pont egyel. Hova mentetek? Egyel hibázik itt a dolog. Benne a malac spawnernél vagyunk. Ja, jó, megyek. Ő tudnál hozni kaját, valamit? Kenyeret? Vagy bármit! Kettő alma. Az kevés lesz. Meg. Várja, mennyit növesz az alma? Hát nem sokat. Kettőt talán. Nem lesz jó, mert ki fog purcanni. Na, ezt nézd, Kaveri. Nem úgy, ez a kreatív áthidalása a problémának. Jó, én is megnézem, hát ha nőtt már egy kicsit a fű. Ja, és így itt hagyod, jó, oké. Közel állok a kipurcanáshoz. Papi Hulk, adok rá hangot, mert arról a hangról nem szabad lemaradni. Tehát az azt jelenti konkrétan, hogyha... Tessék, Kaveri, adtam kettő alma szívembe. Köszi. Ha ezt elkezdtük volna az elején, akkor sem fejeztük volna be időben. A francban nem lesz meg. A fű terjeszt? Mindjárt hozok meg. Jó, egy métert nem terjedtek még mindig. De semmit, tehát egy de várjál, ez ilyen tök fényesnek kell lennie. Van nálam fal, segít a helyzetem? Nem. Mármint hogy érted, hogy tök fényesnek? Na, fénynek kell lennie. A netherben úgy tudom elterjeszteni a füvet, hogy elkezdtem fényt lapakolni. A netherben el tud terjeszteni. Igen, a netherben el tud. Én a Minecraft Let's Play-emben furcsa dolgokat csinálok, ez az egyik. De hogy visszalát füvet a netherbe? Hát szirtecsel kiveszek egy blokkot. You're going to be okay. És azt átviszem, és onnan elterjesztem. Ja, és egy füves blokkot konkrétan így ki tudsz szedni? Ki tudod szedni füvel a tetején, ha szirtecsel enchanttal, és azzal szépen lekocogsz. Szegyei Balázsnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t, ugye nem követtem eddig a Game Geek csatornát, de kitartás Lacinak, szép gesztus, srác. Pont, nyilván, mert az okot... Bátszkok. Mindegy, igen. Igen, azt így... Szóval értitek, azt így nem annyira szereti. Fiúk, csak hogy ne sípolja ki. Hashtag for the game geek. Így van. Na, szóval, guys, elméletek a kajánk, az meg... Kavérez, hogy megvan, hogy itt miért nincs ez a blokk itt? Nem. Mert hogy ha, tehát hogy kiterjed erre, onnan átterjed erre, onnan átterjed erre. Tök jó, és ott is két felmenni. Blokk. Dehogy nem. Felmész ide, felmész hát ide, jó, felmész de az ide. Úgy béna. Hát de most füvet neveztünk, nem fölmegyünk. Ja, jó, oké, értem. Hé, itt is van valami. Ja, ezt mit csináltuk? Igen, ez is a miénk. Ez volt a másik terv a probléma. Én meg így nagyon szánalmasan ide raktam egy ilyen virágot mellé, hátha. Hát, ha megsajnálja. Ez mennyire morbid, amikor egy szeppinggel szedem ki a farönköket. Saját csecsemőkkel verje nagyon őket az a helyzet. Igen, valami érzem. Ja, ez azért talán ezt mondjuk, lehet, hogy a fáknál nem kell ezt behúzni, ezt a párhuzamot feltétlenül. Kaveri, én nem találok ki. Gyere erre. Amerre a fű. Hát én ezt you're going to be okay. A Somának is nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. Konkrétan olyat írt, amit kisípolhat. A karma is a bitch, right? És így van. Ki lehet erre is egyébként mennünk, mert aránylag... Mi lenne, ha megpróbálnátok pecázni egy szirtecsös csákányt? Hát, kimagasló esélyt érzek arra, hogy én adom. Sikerülne, de Axmart nagyon szeret pecázni, szóval nem lesz itt baj, csak nem feltétlenül ez lenne a leggyorsabb megoldás. Vagy hát nem tudom igazából itt, mert nem tudom, hogy mi a gyorsabb és mi a nem. Mikor kezdjük? Jó, én egy hősi halált halok most így ebben a pillanatban. Szóljátok, ha kell. Mehet. 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 Ne, fél HP! Van. Hopp, most kettő haltatok. Ez az én halálom. Viktor, most kettős elvettem. Ne haragudj, nem akartam belopni a hősi halálodat.
Jó, jó, rossz duma, már mindegy, megtörtént most, hogy mit akartál, mit nem akartál, lenyújtod és kész. Van egy tojásom, de nem hiszem, hogy visszaviszem. Jó, hát valahogy talán a tojás nélkül meg leszünk. Egyébként abból lehetne csirkefarmot csinálni, ami elég király lenne. Ja, rohadt hangos lenne. Jó, hát nem feltétlenül rögtön automata csinálni. Ja, hogy jöjjön. Aha, értem. Mindent értek, mindent értek. Van nagyon sok fa, nem kéne őket... De csak nem éjszaka. Abszolút nem éjszaka. Ne! Dolgozok már ezen egy ideje. 2, 3, 4... Talán 7-1-re vagy 8-1-re játszhatom ki a prológost a GT 5-be, és most jöttem rá, hogy ki az, aki lövöldözik az elején Michael-ékre, és így wow! Amikor így 7-8 alkalom után rájössz, hogy ó, hogy ennek van értelme, hogy ő... De azt gondolom, az a sztoriban kerül vissza ez a karakter, nem? Igen, a sztoriban vissza. Én ezt soha nem játszottam ki, úgyhogy... Nagyon jó a sztori egyébként, ez tényleg jó. Na, én viszek le unlimited mennyiségű csákányt. Mit szóltok ehhez? Hogy definít? Tehát mennyi az unlimited mennyiségű csákány? You're going to be okay. Nagyon szépen köszönjük Firnoskinek. Milyen találó. Firnoskinek a donation-t. Ő azt hiszem megint átbillentette nem egész számok világába az összeget. Kaveri! Vagy hát nem kerek számokat. Na jó, ki ott elhagytam pár egy csomó mindent. Nem értem, mire gondolsz. Problém? You're going to be okay. Kéne valami kaja, lassan tudjuk már. Kell csákány? Hallod, Viktor, megette egy Rotten Flash-t. Just like in the good old days. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Viktor és fél HP-nak a donation-t. Legyünk őszinték, hogy igen, sajnos meglehetősen sokáig rohangáztam fél HP-val, aztán pedig elegánsan elfelejtettem, hogy annyi van. 187 ezer forint fölött tartunk. De jó. Kaverikkel kajam? Nem, most valahova itt... jó. Mennyi fa van már, de király? Elég sok. Letnél lombházakat is csinál. Mint a kalapot, összemossuk a két sorozatot? You say. Igen, tényleg. Megtámadott egy Enderman. Gömb a paradicsomban. Hát az igen. Ne! Ne! Nagyon durva dolgok történnek itt. Aj, meg nem figyeltem. Jaj, ne! Hát nem hát kijöttem még az éjszaka még fát vágni egy kicsit, de hát nem kellett volna. Szunyitól nem kell félni, hogy elmétek velünk van. Ez nagyon para. Enderman. Ne, fájtom a Szunyival. Enderman, gyerünk. Szedjük szét. A lábát üssétek egyébként. Meghalt. Igen. Yeah. Itt van egy füves blokk. Egy füves blokkot kivett az Enderman. Skacok! Igen! Ne! Hol? Itt van nálam. Gyerünk, vidd le gyorsan! Spanner, irány a spanner. Spanner. Úristen, sikerül, gyorsabban lejut, ettől független nem fog gyorsan elterjedni egyébként. Vinni kell le fákját, úgyhogy visszak le fákját. De nem is biztos, hogy el kell teljesen ajaj. Az a helyzet egyébként, hogy valószínűleg ez az aspektusa. Basszus! Mi van? Ne! Lába megy el! Hova megy a láva? Valaki jöjjön segíteni. Itt van lent egy creeper, és nem akarom elveszíteni a füves blokkot. Tudj, hova tűntél? De hol vagy, és hol van a creeper? A bázisunkat. Az én bázisom is. Azt a büdös mindenit, ez ki volt. Okay. Gufkáj kis hírnek is nagyon köszönjük a donation-t. Egy bátor hát még én köszönöm csak igazán. Haverit, olyan bátornak tűnsz. Meg jó harcosnak! Valami szerszámod? Tök mindegy, csak... Várjál! Egy creeper van, aki nem engem kéne, hogy megöljön, mert tűnik a blokk. Ja, ne! Tényleg jó harc vagy. Égek! Az elég égő. Meg fogok lepődni, vagy... Hát lesz egy creeper előtted, attól függ, meglepődsz ettől, vagy sem. Merre? Ott. Jobbra. Na meg is lett az akkuntom. Jobb később, mint soha. Aha. Tele van ott, de pont rossz helyen áll. Nézd a jó oldalát, ha következőre ilyen lesz már Minecraft pont. Hello! Oké, elindult, menj vissza! Menj vissza! Oké, felrobban. Basszus. Felrobban, de... A lába az még... Rá is túlélt a csák! Van egy saját lábazulatok. Mi van? Oké. Már nincs. You're going to be okay. A közben érkezett egyébként... Gatistól egy...
egy donation, csapassátok ezerre, nagyon szépen köszönjük, igyekszünk mindenféleképpen, motiváljunk még több donation-t, hogy legyen kerek megint, 295, Závodni Zsombor, Girl Forever, amúgy remélem a Laciéknak minél hamarabb rendeződik a helyzete, mi is reméljük, és biztos, hogy benne, hova tegyem a dologra. Viszont guys, most, hogy ideért Hunter, nagyon rossz hírem, ugyanis ezzel elérkeztünk a Minecraftnak a végéhez. De azért... Hát ezt a füves blokkot még rakom. Azt a füves blokkot, igen, ezt a füves blokkot. Hát még nem töltöttél, ne fel magadnak skint. Ez így van. Majd de hol most? Nem látom, eltévedtem. Itt vagyok lent. Teljesen eltévedtem. Gyere vissza is a fáknál, a földblokkoknál fordul jobbra tőled. Gyere, jövök. Jó, én is lemegyek, amikor tudsz. Egyébként ez milyen fordulat már, hogy egy Enderman miatt találunk egy... Itt. Akit egyébként én agróztam be, szóval erre? Thank you. Én agróztam be. Itt le. És Hunter inkább kilépett. Itt ezt ki kéne tenni, világít. Valami beállításokkal. Tudjuk világítani? De jó. Ha automatikusan ugrál, akkor... Nem. Akkor ez neki kell lennie. Oda kellett raknom az utolsó fákjámat a ládához. Nincs. Én viszek. Ezt nehogy kiszedjétek. Szedjük ki innen. Vagy ne. Mindegy, igazából. Viktor, tud így rákattintani kapával is így ja, be... Na, na, hogy megyek. Találtam egy useless fákját. Az jó. Várjuk meg a malacokat, az nagyon-nagyon hosszú idő sajnos, és nem tudjuk befolyásolni, mert a fű terjedését ugye nem tudjuk befolyásolni. Milyen gyorsan terjed a fű, amúgy? Attól függ egyébként, de és nagyon sokan szeretnék, hogy megvárjuk a malacokat, de én addig le se találok ide. Nagyon-nagyon sokan szeretnék, hogy megvárjuk a malacokat, úgyhogy még várunk egy picit a malacokra. Legalább a fű terjedjen, érted? És megvárjuk. Valószínűleg egyébként onnantól kéne spawnolni, ahogy... Hogy van valamennyi fű, úgyhogy hozok most egy halom fákját, ezt ne reménykedjünk. Az lesz. Ó, milyen kis kamera. Bocs. Igen, kérdés az, hogy ez papi, vagy kameri tőled jön. Hát igen, ezt nehéz megállapítani. Ha artikulálatlan, akkor tőlem. Ha van valami bármilyen jelentés, akkor papitól. Nem értem. Guys, nem találok le. De miért raktatok le egy fát? Vagy ez... Ezt én bíztam benne, hogy hátha. Ja, segíteni fog? Hát... Gyerünk, szugeráljuk a fűblokkot. Miért, és akkor most itt állunk? Malac! Oh! Megvan! Spanolt egy egész malacunk! Hát a kereszt igazából technik... Te öljük meg! Tömcét a lábát! Megölöd! Neki meg kellett volna maradni elkülönítve. Megtörtént, kamer itt a fal mögött van, elkülönítettük. Jó, elhiszem. Az első húsunk! Buli van! Várjál! Ennek örömére mindenképpen... Még több malac! Még kettő! Vége, nincs több éhezés. Malacok, ennyit az éhezésről kár, hogy eddig se éheztünk, hanem meghaltunk mind. Ugrálj! Három malac! Ne, elmenekül, tépjétek le a lábát! Vége az, és elterjedt a fű is, srácok! Ó, egyre több malac! Egyébként négy spanolt, azt hiszem egyszerre. Nem tudom, hogy tegnap az SKT, vagy most őrültök jobban egyébként. Nyilvánvalóan mi! Kit érdekel, hol mi világbajnokságunk, mert megszokták, de nekünk ez tök jó élmény. Valami működik, ez még több malac! Nem éltünk hiába, hol a malac van meg! Várjátok, a szokásos kameri, szokásos! Köszönöm, érkezett egy donés egyébként. Nagyon köszönjük Messi Mártnak. Sok kicsi sokra megy, pontosan így van. Jaj, de hiányoztak ezek a Minecraftok, ön értelmesen töltöttük. És mit szeretsz a Minecraftban? Jó, ezzel viszont elérkeztünk a Minecraft szakaszunk végéhez, ami azt jelenti, hogy kész van a LOL, kész van a Minecraft, elképesztően királyok vagytok, 189.000 forint fölött járunk már, nem sokára egy GTA-val folytatjuk, mondanám, hogy negyedkor, de úgyis késünk. Elkezdjük... Malac! Malac! Az
elkezdjük egymást összeívelni, és lent a leírásban megtaláljátok a következő esemény linkjét, illetve a szünetben van alkalmatok megnézni a... A szünetben van alkalmatok megnézni, hogy mi történt konkrétan Game Geek Laci házával! Pár perc és folytatjuk a másik eseményen, mindenki fáradjon át oda. Nem sok elősvényt találkozunk. És még csak 3 órán nem a stream, és itt tartunk. Még! Ololol! Köszönjük a figyelmet! Ja, tényleg 3. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hello, sziasztok! Hi!